Ezt senki ne csinálja utánam. Egy olyan ember kísérlet következik, amit senkinek sem kívánok. Félre a független objektív médiával. Ideje a kormány médiából tájékozódni egy héten keresztül. Legyen az honlapok, legyen az a híradó, legyen az újságok, legyenek műsorok. Próbálok minél sokszínűbben, és a végére tartogatom a boss fightot. Vajon kirajzolódik-e egy minta, vajon egy másik ország tárul a szemünk elé, vagy egyszerűen csak rájövünk, hogy lehet, hogy ott van az igazság. Bármi lehet ebből a végére. Hosszú hét lesz, egy hosszú utazás. Találkozunk a túloldalon. Kezdjük az utazásunkat, ez a hétfő délelőtt. Kezdem a klasszikusokkal, Origó Magyar Nemzetben nézek bele. Reggel itt csak így felütöm a lapokat, mi merre, aztán délután is benézek. Este meg hosszabb műsorokat is megtekintek a tévében, a híradóban. De hát így a reggel csak így az ember egy kávé mellett nézünk rá a hírekre. Tudom, hogy tegnap történt pár dolog. A Kutyapártban voltak lemondások, ami viszont érdekel, hogy majd az Origón megjelenik-e, hogy ugye a RTL Klub hát lencse végre kapta, hogy KND éppen újra próbálja hamis tanúzásra rávenni az áldozatokat. Most, hogy már kegyelmet kapott, meg minden úgy látszik, hogy nem bír magával. Mi meglátjuk, hogy erről szó lesz-e. Na, hát Origón, mint mindig van egy rendkívüli, azt azért megnyitom, jó? Egyre nagyobb a háborús veszély, Ukrajna ünnepli Macron őrült javaslatát, Oscar D., azt azért megnézem. Egyik legborzalmasabb szex közbeni gyilkosságok, megdöbbentő esete. Hihetetlen dologra kért a Kárpáti Rebeka 17 évvel idősebb milliárdos szerelme. Pontosnak tűnik. Friss videón a 84 éves Chuck Norris. Gyönyörűek és messzenek, imádják magukat mutogatni, ők a legjobban kereső OnlyFans modelle. Képeken a 96. Oscar gála nyertesei. Orbán Viktor nyilatkozott, jó. Egyre rosszabb állapotban van Joe Biden, mondjuk ezt el is hiszem. Gondolták, hogy ha Trumpot reklámozzák, akkor Joe Bidenről is lesz egy cikk. Megtörténhet a szégyen, hogy Gálvegyi János lesz a nemzetszínésze? Florence Pugh, hogy kell mondani Florence Pughot? Melleit mutogatta az Oscar gálán, amúgy egyik kedvenc színésznőm most a Florence. Mocskos szájú öltöztető kijött a börtönből és folytatja a gyűlölkedést. Mutatjuk Orbán Viktor legújabb bejelentését. Teljes a leleplezés, Gyurcsányné Donát, Cseh Katalin dollárból évekig azért lobbizott, hogy Magyarországnak kapja meg az uniós forrásokat. Hitpénzbotrány, bemutatjuk a főszereplőket. Hú, na jó, hát van itt minden, fincsi, nézzünk. Egyesült Államok rendkívül bejelentés. Erős légibombát vetettek be az oroszok Ukrajnában. Az Egyesült Államok szerint mindez megváltoztatja a háború erőnyviszonyait. Majd azon mit kezdenek, hogy most ugye megy a Trump felszopás ezerrel, de közben ugye dollárbaloldal mindenkit. Közben az Orbán vonul a Trump elé, és hajbókol neki, és közben a NATO meg az Egyesült Államok támogatja Ukrajna háborúját. Nem tudom pontosan, mit kezdenek ezzel. Jó, van egy új bomba. Minden háborúval kapcsolatos hír az így el van adva, mint hogyha eldőlt volna a háború. Két év után ismét magyar Oscar van. Maestro végül üres kézzel távozott, minket nem csoda, annyira nem szerették az emberek. Megfojtott virágok az melyik? Ja, az a Scorsese film, csak nem magyarul nem tudtam. Nem kapott egyet se azért furcsa. A Barbie viszont csak a Billie Eilish számért kapta meg. Mondjuk ez jogos szerintem, a többi kategóriában fura lett volna, ha Barbie nyer. Tudom, nem csak azért, mert szerintem nem olyan jó film, de azért a többi jelölt ott erősebb volt szerintem. Donald Trumpnak beszólt, Hollywood nagyon nagy meglepetés, ez Hollywood mindig is demokrata volt amúgy. Na nézzük a díjazottakat. War is Over nyerte a legjobb animációs rövid filmet, ezt mondták be ezek, hogy ez lesz. Néztem valakit, aki mindegyik filmet megnézte, ami jelölt volt. Ezt mondta, hogy ez a legkevésbé jó, de úgyis ezt fogja nyerni, mert hát ez is nyert. Legjobb egész estés a fiú és a szürkegén. Szegény párák. Legjobb swing, szegény párák. Legjobb idegen nyelvű film. Legjobb férfi mellékszereplő Robert Downey Jr. Nem biztos, hogy ő volt a legerősebb ebben a kategóriában. Oké. Okay. Legjobb rendező Nolan. Legjobb női főszereplő Emma Stone, akkor kétszeres Oscar díjas most már. Legjobb film Oppenheimer. Na, mi van még itt? Kárpáti Rebeka 17 éve idősebb milliós szerelme mire kérte? Ja, hogy ilyen semmi. Nem hihetetlen dologra kérte, jó? Csak mondta, hogy viccből csináljon ilyen traktoros tartalmakat, ami nem traktor amúgy, hanem egy quad. Jó, oké, ez jó volt. Orbán Viktor, Trump célja, hogy békét teremtsen az orosz-ukrán háborúban. Donald Trumpnak elég részletes tervei vannak arra, hogy hogyan kell ennek a háborúnak véget vetni. Az ő tervei egybeesnek Magyarország érdekeivel. LMBTQ propaganda, migráció, oké, szokásos. Joe Biden
ről van egy videó, amit konkrétan a Trumpnak a YouTube csatornájáról szedtek ki. Érdekes, hogy vajon kiraknának Donald Trumpról is egy videót, hogyha Biden rakja fel, hogy összevágva, mert azért ő is tud mondani meredek dolgokat, meg csinálni. Vagyunk annyiban egyik sem való szerintem már elnöknek, de azért az, hogy gyakorlatilag egy origó hírként megoszt egy Donald Trump propaganda videót, az azért fantasztikus. Oké, következő. Megtörténhet a szégyen, hogy Gálvegyi János lesz a nemzetszínésze? Több helyen olvasni lehetett azt az abszurd feltételezést, hogy a Gálvegyi János esélyesről egy nemzetszínésze legyen. És akkor berakják a képet, ami a legidiótább róla nyilván. Ugye attól függetlenül, hogy politikai szerepvállalása tetszik, vagy sem. Annyira, mint a Bayer lovagkeresztet, meg a Nagy Feró a Kossuth díjat, szerintem annyira megérdemli bőven a Gálvegy is a nemzetszínésze címet. Nyilván nem fogja megkapni, hogyha igen, akkor ezt fogják mutogatni, hogy ők milyen pártatlanok. Elperjes Károly, az sokkal többet tett nyilván, mert fideszes. Gyurcsánytól abszurd módon Kossuth díjat kapott Magyar Benny Hill, nyilván nem szégyellem belülni Besenyi Ferenc, Daros István, Sinkovics Imre képzeletbeli székébe. Bezzeg. Vajon, hogyha Gálvegyi fideszes lenne, akkor mi lenne? Lehet, hogy már itt kampányolnának mellette? Úgy látszik, tényleg a melleit mutogatta az Oscar Gálán, akkor ezt nem tudjuk bevágni. Florence, az bevállalós vezeng. Moskos szájú öltöztető kijött a börtönből, és folytatja a gyűlölködést. Drogos Herceg Zoltán nem hagyja abba, felhévízi Félix írása a Magyar Nemzetben. Ugyanez ír a Magyar Nemzetben álnéven cikkeket. Oké. Kár, hogy nem azzal kezdődik meg, hogy mennyire okos és értelmes a cikkíró. De miért a Magyar Nemzet írás az miért kerül ki az Origóra úgy, hogy a cikkíró az Origónak van megjelenve? A szerző további cikkei. Az Origó mindent az Origó ír, nem? Na jó, érdekes, működik. Oké. Teljes leleplezés, mindenki egy Gyurcsány, a Momentum lelepleződött, soros hálózat. Ó, van itt minden, amikkel. Jó van. Jó, még akkor mit csinál az egyszerű ember? Felmegy a Magyar Nemzetre. Hát ott valahogy kicsit sokszínű. Mihalek Zsuzsa minden szempontból a legjobbra törekszik, legalább ez egy érdekes interjú lehet. Mondjuk, hogy megint magyarnál landolt az Oscar, az kicsit ferdítés, mert egy csapat része volt, amiben ő volt a magyar. Azért ezt így eladni, hogy magyar Oscar díj, azt kicsit túlzásnak érzem. Egy magyar ember gólt szerzett a román élvonalban, úgy látszik, hogy az is az érdemünk, magyar foci, az nem tudom mennyire érdemünk, hogy el kellett menni oda játszani. Donald Trump elnökség globális békés és stabilitás új világrendjét fogja szavatolni. Kovács Zoltán akkora pofont osztott ki az ellenzéknek, hogy még most is cseng Gyurcsányék füle. A Balos főszerkesztő borította a Bilit, gondolom akkor a Bili borítás volt. Klik TV Mévi című műsorának életi sílom főszerkesztője volt a vendége. Kovács Zoltán a tőle megszokott módon bírálta a kormányt, azonban elkeseredésében nagyon keményen kiosztotta az ellenzéket. Már ő sem bírja nézni a baloldal vergődését. Azeri a hatalmas balegyenes sütbe Gyurcsányéknak, eddig terjedő intelligencia DK-nak, hogy nem szívvonulnának fel a faszba ők is valahol. Kemény szavak az énekestől. Azt úgy látszik, nem rakta be a Magyar Nemzet, hogy pontosan a Fideszről is beszélt, és szerintem meg is említette, hogy a Fidesz meg a DK is húzzon el. Itt a cikkben úgy van feltüntetve, mintha csak a DK-ról beszélt volna. Érdekes, érdekes. Jó. Amikor még a tüntetésen felszólalt, akkor még nem volt jó fej, most meg már kirakják, amit mond. Hatalmas kártyú, harmadik kerület nem vállja a felelősséget, baloldali vezetésű óbodai önkormányzat nem ismeri el a hibát. Újabb fordulat a pedofil ügyben, vajon a K. Andrérről lesz szó? Nem. Erdős Véter bíboros megáldott a római autósokat, harmadik világháború, bohócok. Az a fránya demokrácia, pártok indulnak választásokon, és nem influencerek. Ezek mi vagyunk? Bohócok. David Pressman, amerikai nagykövet, influencereket látott vendégül minap, miket még nem hívott meg sose. Öreg David Pressman. Ott állt a körülötte egy bolyban, mint valami iskolai osztály, akik megnézhették, hogy néz ki belül az amerikai nagykövetség. Orbán pont ugyanezt csinálta csak Trumpnál, de az gondolom nem iskolai osztálynak mondja. Vagy amikor Orbánt körbeállják a megafonosok, azzal nincs gond. De hát az, hogy igen, ez már egy ideje van, hogy mindenféle közéleti szereplőt, művészt meghív a David Pressman, hogy megnézze, hogy mi megy ebbe az országba kulturális szinten. Ez nagy show aztán tényleg. A csomó embert meghív, akinek köze nincs a politikához, azokról nem beszélnek. Gyorsan eljutottak a végére, hogy Donald Trumpról beszélnek, hogy ő mekkora király. Hát úgy látszik, pár hír nem került be most se, amit azt hittem, hogy azért fontos lehet. Tegek. Fönt a Magyar Nemzeten azért sokat mondanak migráció, háború Ukrajnában, guruló dollárok, Pressman, Fekete Győrandás, Varjú László, Szoboszlai. Ezek a fő tegek, ezek a fő hírek mindig. Jó, hát ráméztem a dolgokra, minden rendben ezek szint az országban, csak a baloldal meg a Gyurcsány az, ami problémás lehet. Este ránéznek újra, hogy mi megy az országban. Hétfő este van, gondoltam, nézzük, mi ment a ma esti híradóban. Ez már igen, nem?
Ez igaz magyar. Megnézem, mire fizetjük azt a közel 100 milliárdot, vagy már azt is megugrattuk. Magyarország ki fog tartani a békepolitika mellett, és örül, hogy Szlovákia is a béke hangján beszél, jelentette ki Orbán Viktor. Béke, biztos lesz Brüsszel, migráció, minden, ami kell. A miniszterelnök hangsúlyozta, a legfontosabb kérdés ma a béke, ugyanakkor Európa a háború nyelvét beszéli. Orbán Viktor kiemelte, egyetértettek abban is, hogy fontosnak tartják a szuverenitást, vagyis nemet mondanak arra a törekvésre, amellyel Brüsszel elvent. Szuverenitás, Brüsszel, a szuverenitás az most nagy kulcs szó, úgyhogy mindenhova beletuszakolják. A legfontosabb kérdés ma a béke. A magyarok aggodalommal figyelik, hogy százezrek halnak meg, válnak özvegyé, sok százezer gyermek lesz. Amúgy nem érdem a Orbánékat se. Ugyanezt szajkózni minden nap, elfárad az ember ebben. Azért figyelj, megdolgoznak a pénzért. Keressük a békeszerető barátokat. Lásd a oroszok. Ennyire békepártiak vagyunk, miért nem tudunk kiállni Oroszország ellen egyértelműen. Érdekes. Sőt, még nekik is szurkolunk. Ugye? A szlovák házelnököt Sólyog Tamás köztársasági elnök is beiktatása utáni első külföldi vendégként fogadta a Sándor palotában. Úgy ezt megértem, hogy az M1-ben ilyenek is vannak. Egész nap híradó megy, de amúgy nem túl izgalmas ezek a protokoll látogatások. Nagyon jó. Alárulnom. Nyilván a fontos tárgyalások nem itt fognak zajlani, amikor kamerák is ott vannak. Ez a híradónak szól, hogy ki lehessen adni az emberekkel, hogy mekkorát tárgyaltunk. Az illegális migráció okozta kihív... Következő hír, migráció. Meglepő. Másokról is, az Európai Unió jövőjéről is szó volt, Kövér László és Peter Pellegrini megbeszélésén. Kövér László. Miért engedik azt az embert bárkivel beszélgetni? Édes Krisztusom, Kövér László, akkor... Kurva ciki, hogy ezt bárki közelében megedik ezt az ember. Fiatal, liberális demokrata, ugye? Ellenzünk és próbálunk akadályozni minden olyan informális, lopakodó törekvést, ami próbálja a nemzetállamok hatásköreit Brüsszelbe szivattyúzni. Ekkor egy büdös senki házit, mint ez Kövér. Messze pokusáne zabrányi všetkým takým úsiliám. Mondja, a híradóban miért nem vágják meg, hogy legalább kivágják azt, amikor fordítják szlovákra. Szijjártó Péter a Szent Borbála híd ünnepélyes átadásán úgy fogalmazott, az Ipoly hidak elősegítik a határmenti kapcsolatok fejlődését. És létrejött ez a majdnem 50 méter hosszú... Nézd meg, színpad van, hogy itt átadják ezt a 50 méteres hidat. Akkor esemény van, mint egy fesztiválban. Persze tök jó, hogy van. Nem azt mondom, mindig olyan furcsa érzés, hogy azt látni, hogy itt minél nagyobb csinadatrát csinálnak mindig, amiközben csak ezen a munkájuk, hogy ilyenek elkészüljenek. De mindig megünnepeltetik magukat, hogy megcsinálták a munkájukat. Nem őről egy malomban a jelenlegi háborúpárti amerikai... Jaj, Istenem, mondom, most a Trumpról fog beszélni az Orbán. És a békepárti magyar kormány, erről beszélt Orbán Viktor az M1-nek adott exkluzív interjújában. Exkluzív interjú. Nem akar adni egyet a Telexnek is, vagy valakinek, akinek nem írhatják meg előre a kérdéseket? Ő az első 4 évében lezárt háborúkat. A Trump. Hogy lehet a Trumpért rajongani? Idióta barom. Lázálomba lennék. Azért. Orbán Viktor rajong azért a tökkel ütöttél. Mi sem szeretnénk mást, mint békét, minél hamarabb tűzszünetet, ennek a lassan végtelenbe nyúló háborúnak minél hamarabbi lezárását. Ja, ez tök jó, csak nem lenne szép, hogyha el kéne mondani, ez gyakorlatból néz ki, úgyhogy az Oroszország megkapja, amit akar. Az kurva jó lenne tényleg. Gondolom, így gondolja a békét, hogy semmi támogatást nem kap többet a Ukrajna. Oroszország meg kapja meg, amit akar. Csak érdekes, hogy mindig csak a békét szajkózzák, de azt sosem mondják, hogy kéne ezt a békét, mert az már lehet, hogy ennél összetettem. A kormány főemlékeztetett, a jelenlegi amerikai kormányzat olyasmiket vár el Magyarország. Amiket nem akarunk, nem tudunk teljesíteni. Például azt várják el, hogy mi is szálljunk be a háborúba. De mi nem akarunk beszállni a háborúba. Senki se várja a ferdítést. Azt várják el, hogy mi is mondjuk azt, amit ők, hogy a migráció az egy jó dolog, csak jól kell menedzselni. De szerintem rossz dolog, és nem kell menedzselni. Összetett politikai nézete van. Ők azt mondják, jó dolog, szerintem rossz dolog, úgyhogy nem menedzselem. Orbán is tudja, hogy nem ilyen egyszerű az egész, nem ilyen fekete-fehér. A M1-es nézőknek így mondja nyilván, mert ezt talán megértik, hogy a jók meg a rosszak vannak. Az az Orbán nagy tragédiája szerintem, hogy nagyon jelentős ember akar lenni ilyen a világvezetők között, és nem tud. Magyarország azért nem olyan jelentős, megtesz mindent, hogy jelentős legyen. Például az, hogy a kis csintevő az EU-ban, mindig ellene megy a körülötte lévőknek, stb., hogy egy kicsit kitűnjön. Így egy kicsit úgy tűnhet, mintha több lenne a hatalma, több lenne a befolyása, mint ami. A kormányfő példaként említette hazánk családpolitikáját is. Úgy fogalmazott, miközben Nyugat-Európában mindenki LMBTQ-s bolondságokról beszél. LMBTQ, na, 11. percnél itt is
megvagyunk. Az amerikai kormány arra jutott, hogy a magyar kormányt le kell váltani, és ezért nyíltan pénzt ad a baloldali ellenzéknek, újságíróknak, médiának és civil szervezeteknek. Ez persze megrontja a kapcsolatokat, tehát így nehéz azért. Tehát mi szövetségesek vagyunk, nem szolgák. Jaj, Istenem, persze. Egy kis baloldalozás is belefér. Mi lesz még a maradék 40 percben? Mi volt? LMBT, Brüsszel, migráció, szuverenitás. Mivel töltik ki a maradék időt? Azt, hogy ez most nincs jól így. És ennek a gazdasági ára is van, mert Magyarországban nagy gazdasági potenciál van, jól is ment a gazdasági együtt. Ja, meg ugye felrúgták az adódási egyezményt, az ami lesz, Vitya, azt old már meg. Az ország a saját számokban mérhető vagy kifejezett súlyához képest nyilván sokkal nagyobb figyelmet vált ki most már a nemzetközi sajtóban. Így ez... Tessék, ez a céljuk. Egyesült Államokban is. Ennek az oka az egyértelműen... Hát biztos nem a gazdasági teljesítményünk az oka annak, hogy ekkora figyelem, ez pontos urány. Sajnos milyen jó lenne azzal tűnni, ki nem azzal, hogy Orbán mindig ellentmond mindenkinek. Van a politikában, ahogy tetszik, az elmúlt 14 év magyar modelljének, illetve... Magyar modellben azért tényleg nem ég a pofátok, mindenben utolsók vagyunk az EU-ban. Nem támogatja a kijevi vezetés Ferenc pápa javaslatait a béketárgyalásokkal kapcsolatban. A katolikus egyház... Ezek a szemét ukránok, pápának is elmondanak. Pedig aztán ért a fegyveres konfliktusokhoz. Az ukránok azonnal megkezdték katonai kivonását a környékről. Összefoglalom, az oroszok egyre jobbak, egyre ügyesebben törnek előre a háborúban. Nyilván erről számol be csak az ember. Hétfő délelőtt felvonták a svéd lobogót a NATO brüsszeli központja előtt. Vajon ki miatt kellett ennyi ideig várni erre a zászló felvonásra? A NATO csapatok jelenléte Ukrajnában nem elképzelhetetlen. Üdvözlöm Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezését. Lettország elnöke Edgars Rinkevics pedig azt írta, nem szabad kapitulálni a gonosszal szemben, harcolni kell ellene és legyőzni, hogy a... Politikusok mindig olyan könnyen beszélnek, mert nem nekik kell menni. A saját bőrüket viszik vására. A külgazdasági miniszter arról beszélt, hogy miközben világviszonylatban 30%-kal visszaesett tavaly a beruházások száma, addig Magyarország a világgazdaság fekete évében meg tudta duplázni az addigi beruházási rekordját, köszönhetően a stratégiai együttműködési megállapodásoknak is. Magyarország minden milyen ügyes, nem? Még itt repít a gazdaságunk, valahogy mégis utolsogunk egy csomó dolgot, de ezt mindegy, hagyjuk. A magyar külpolitika tavaly is teljesítette a vele szemben támasztott elvárásokat. Mármint kinek az elvárásait? Szijjártó Péter azt mondta, Magyarország továbbra is ki tudott maradni a háborúból, a béke pártján tudott maradni a nemzetközi nyomásgyakorlás ellenére, és Oroszországgal is fent tudta tartani a magyar ipar és energiaellátás biztonságához feltétlenül szükséges kapcsolatot. Szijjártó már nagyon elhiszi szerintem. Veszélyesen elhiszi már. Jelentős és decemberig visszamenőleges béremelésben részesülnek a magyar légierő pilótái, akik az emelés után havi bruttó 2 és 3 millió forintos illetményre lesznek jogosultak. Már csak a tanárok is ilyen fontosak lennének, mondjuk a pilótában van sokkal kevesebb. Megújította a több évtizedes együttműködését a Semmelweis Egyetem és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Ezek, hogyha nem jönne minden nap szembe a valóság, boltokban, meg így a iskolákban, meg a kórházakban, meg mindenhol, ahol megy az ember, azt hihetné, hogy minden tökéletes ebben az országban. Kint minden szar, meg mindenki rosszat akar nekünk, de ebben az országban minden tökéletes. Híradó alapján egyelőre. Évek óta voltak panaszok arra az új budai óvodai nevelőre, akit pedofíliával gyanúsítanak. Érdekes, a K. Andréről lesz a szó, hogyha ezt meg mindig előveszik, ami oké. Okay. A K. Andréről most van egy friss hír, ami mindenhonnan toldul, és vajon a K. André is úgyis ilyen komolyan voltak kezelve itt az M1 híradóban. A napokban az is kiderült, hogy a gyanúsított céget több millió forint értékű tanácsadói szerződést kötött új Buda gyurcsánypárti vezetésű önkormányzatával. Gyurcsány volt. Ez is. Gyurcsány kártyára azért várni kellett. A szülői panaszok ellenére azért maradhatott állásában a férfi, mert nevelőanyja humánszolgálati igazgatóként fontos pozíciót töltött be Újbuda baloldali vezetésű önkormányzatában. Ki is tüntették, munkáját tavaly Pro-Urbe díjjal ismerték el. Ez ciki. Nézzük a másik oldal cikijét is, mennünk ezt. Az eset rávilágított arra, hogy az intézmények felé... Na, érdekes a KDNP-seket, most már nagyon érdekli a pedofil ügyek. Hol volt ez a hév egy hónappal ezelőtt, amikor a bicskei dolgok borultak? Nézzük a következő DK-val, mit mondanak a DK-val. A DK feljelentést tesz, és azt követeli, hogy azonnal tartóztassák le a bicskei gyermekotthon volt igazgató helyettesét. Kálmán Olga azt mondta, nem történhet meg, hogy az elnöki kegyelemmel kiengedett K. Endre megfélemlítse korábbi áldozatait. Na, csak beszámolnak erről a hírről is. A kegyelme után
Ott folytatja az áldozatok megfélemlítését, ahol a letartóztatása előtt abbahagyta. Az a minimum, hogy ezek után elviszik a rendőrök. Ez nem volt sok konkrét dolog, az kimaradt, hogy most mi történt. Hát ez érdekes. Ennyi volt az egész ügy. Előbb abban az Újbudai sorról egy 10 perces blokk volt. Egymásra licitálnak a baloldali politikusok, hogy kidolgozik aktívabban Magyarország megbüntetésén Brüsszelben. Erről beszélt az M1-en a 21. század intézet vezető elemzője. Donát Annáról néhány éve egy olyan felvétel is kiszivárgott, amelyen a Momentum elnöke maga vallja be, rendszeresen jelent Magyarországról Brüsszelben. Feloldották Magyarországnak decemberben azt a nagyjából 10 milliárd eurónyi forrást, azt is el akarták kérni, ezt végül még egyszer zárolják, tehát azt ne is folyósítsák Magyarországnak. Az elemző hozzátette. Elemző, mondjuk ki propagandista. Lehet valaki egyszer propagandista megafonnál, és még elemzőként is vegyem komolyan ezen. Ugye ez kemény, hogy 52 perces a híradó, és 41 percig csak politika ment, meg ovis pedofilügy ment, másikról szó se volt, 10 perces blokk volt a baloldal, nem tudom, kiárusítja a hazát, de közben mennyi beruházás, mindenben kurva jók vagyunk, Trump szopás, Orbán szopás, és most akkor még maradék 10 percben besülítik az egyéb híreket, ami nézzük, mire jut idő. Egy sérül társaság öt tagja meghalt, rendőrök, és az Oscar díj. A Szegény párák című film berendezője Mihalek Zsuzsa nyert aranyszobrot. A legtöbb díjat, összesen 7-et az Oppenheimer kapta. Hát nem pont ő nyerte, ő is fontos szerepe volt. De miért úgy van ez, mint ő személyesen nyerte volna a díjat? Akkor már elmondhatnánk, hogy az Oppenheimerben meg volt magyar színész is. Hát ez jó, unalmas és lehangoló volt. Ennél biztos, hogy sokkal több izgi hír van, csak úgy, hogy a híradónak 80%-a propaganda. Úgy aztán tényleg nincs olyan, miből válogatni, úgyhogy 10 perces rész kell arról is, ami egyáltalán nem aktuális, nem tudom, a baloldal akadályozta az EU-s pénzek kifizetését. Mikori hír? Hogy kell megint elővenni? Annyi érdekes hír lenne, csak ugye csomóban masszívan benne van a kormány, úgyhogy semmi meglepő. Semmi meglepő. Ez volt a híradó, annak folytatjuk az utazásunkat. Na hát, itt a kedd reggelt egy ilyen kis fiatalosabb, lazább reggelnek szántam, úgyhogy nézzük meg a pesti srácokat első körben, hogy mik vannak itt ilyenkor. Elkerülhető lett volna az ukrajnai háború, itt a figyelmen kívül hagyott szerződést tervezett. Juhász Péter Sorostól boldogan fogadni kell pénzt, gondolom. Végül csak elfoglaljuk Brüsszelt, Trump visszakerül a Fehérházba, aztán közben itt vannak videók is, bár szerintem szegény pesti srácoknak egyenlőzem most már, mert szerintem nincs Facebook oldaluk se, nincs YouTube csatornájuk, de lehet, hogy külön-külön vannak a íróknak. Egy kis Gyurcsányos hír, oké, ezt is megnézhetjük. Itt egy korrupció, kíváncsiuk, hogy kiről van szó. Kándés dolgozik, itt nagyon hír, ahogy nézem. Lemondott Soros György, blog Donát Annáról, hát túlságosan nem izgies se. PSTV podcast. NATO és USA válasz nélkül hagyott egy doksit, ezzel utat nyitva az orosz-ukrán háborúnak. Sajnos muszáj volt háborúba menni a Oroszországnak, mert a NATO meg USA válasz nélkül hagyott valamit. Figyelj, amúgy azt mondom, hogy még pesti srácok, az néha még vannak korrektebb dolga, és azt mondanám, de közben meg ez az egyetlen, ahol rólunk is írtak már cikkeket, ami teljesen kitaláció volt. Minden alapot nélkülöző, és nyilván bizonyítékot nélkülöző feltételezéseket sugallnak, vagy tényként jelentenek ki CIA-től kezdve mindenféle hülyeségig. Utána nehéz komolyan venni, amikor magadról olvasol ilyen teljesen légbe kapott hülyeségeket. Hogy higgyek egy olyan oldalnak, ahol én tudom a tényeket, mert rólam meg rólunk szól, óriási hülyeségeket adnak át, úgy, mintha az a nagy igazság lenne, akkor hogy higgyek neki utána bármelyik másik cikkbe, mert ki tudja, ahol nem vagyok annyira otthon, ott hogy próbálnak megvezetni és átverni. Óbudai korrupciós ügy, DK-s vezetésű, hát ez igen, érdekes. Ez a korrupciós ügy, ez rögtön itt van, helyesen. Hiányolok más korrupciós ügyeteket akkor. Lemondott Soros György 25 milliárd dollárs jótékonysági szervezetének vezetője, miután fia átvette az irányítást. Donát Annáról van egy blogbejegyzés. Ez jó, hogy egy cikkbe, ugye, így becézgetik, ezt én is szeretem. Annuska. Így nevezik Annuska. Gondolták, hogy még kicsinyítő képzőket használnak, akkor így mindenkit így egy kicsit helyére tesznek rögtön. Csak én nehezen veszem komolyan ezeket a cikkeket, ahol mindenkit becézgetnek, csak azért, hogy így nem tudom, mutassák meg, hogy mekkora királyok. Na jó, nézzük meg. Még arra gondoltam, hogy a másik, ami még néha próbálkozik, és hogyha muszáj lenne kormányközeli oldalról tájékozódnom, akkor a Mandinert nézném, vagy a Mandinert is. Itt csak néha térnek el a megszokottól, de néha eltérnek, ezt alá lehet érni. Itt a Juhász Péter
dolog itt is lejött, a sorosos, úgy látszik, ez eléggé hasonló. Korányék őt is bombáztak az ominózus e-mailek, Zelenszky Orbán Viktor nagyon veszélyes játékot játszik. Nem a prózzel az MSZP 100 000-es alás, után jön a 20 000-es beszélgetés. Új porász kerültett a két farkú kutyákra, egymásnak is ugrottak a viccpártiság feladásával. Utána volt ott egy kis balhé, de ha jól tudom, most maradtak az élen a Gergőjék. Gondolom ez ilyen véleménycikk arról, hogy most egy kicsit tényleg zavar van a kutyapártnál. Mekkora baj van Ukrajnában, tárgyalásra kényszerülnek az ukránok. Trump úr a béke elnöke, Kovács Zoltán akkora pofont osztott ki az ellenzéknek, hogy még most is cseng a Gyurcsányék fel, ezt hol láttam? Ezt tegnap láttam valahol. Annyira jó, hogy a Mandéner cikkek fele az, hogy átmetsz a normál cikkre a magyar nemzeten, igen. Azért itt is a nagy részt ugyanaz a üzenetek mennek. Itt a fele az oldalnak az más honlapokra irányít, ez oké. Egymásra irányítanak ezek a honlapok folyamatosan, de itt azért a téma itt sem túl változatos, ahogy nézem. Szinte már vártuk, kritizálják a nagy sikerű Shogun, mert nincsenek benne feketék. De gondolom ez azért nem egy komolyan vehető kritika, komolyan vehető helyről, hanem egy TikTok videó. Addig túrták a netet, amíg találtak egy olyan dolgot, amin ugyanúgy háboroghatnak, hogy jó, ez a PC. Üdvözlet a muszlim Ramadán Joe Biden, oké. Okay. Jó, hát ránéztem el, és sokszínűnek nem mondanám ezt se, de úgy látszik, most épp a kutyapártot is elkezdték gyilkolni. Végleg elvesztette ártatlanságát a kutyapárt. Élesbe fordul az újabb ellenzéki taktika. Soros forgatókönyv kezd élesbe fordulni. Jó, azért nem Andinennek sem kell szomszédban menni egy kis sorosozásért. Na jó, este megnézem a TV2 híradóját most a változatosság kedvéért. Na! Újra itt vagyunk, TV2 tények, talán a legnézettebb az összes kormány közeli híradó közül. Regisztrálnom kellett a TV2 Play-nél, és befizetnem, havi 500 forintba kerül, ugye nem olyan drága, hogyha minden más nézhetsz. Viszont az kicsit zavar, hogy adblocker nélkül nézhetem csak meg, ami amúgy a műsor miatt van felrakva. Csak azt nem értem, hogy azok után, hogy előfizettem a TV2 Play-re, miért zavarja az adblocker? Szóval most ennek semmi logikáját nem látom, de oké, okay, kikapcsoljunk. Egy 3 gyerekes anya és egy 7 éves kisfiú is meghalt a kórházban. Ez az a nyomasztás, ez miért jó az embereknek, hogy leülök, megnézem a híradót, hogy kik haltak meg. Nem, hogy örülnék, hogy most semmi barátom, vagy családtagom, vagy szélesebb ismerősök közül most épp mindenki rendben van. Meg kell nézni a híradóba, hogy éppen kik haltak meg, vagy valamilyen tragédia hol volt, akiket nem is ismerek. Tényleg szörnyű, de miért akarom tudni ezeket? Nyilván ilyenek történnek felnőttek egy gyerekekkel, de miért kell mindegyikről tudnom? Mert nyilván, ha minden este híradót nézek, minden híradóra jut majd egy ilyen, és ez csak azért, vagy hogy retteg, vagy én nem értem. Börtön. 15 évre kerül a rácsok mögé az a férfi, aki a társával megölt egy nyugdíjas Csépán. Amúgy tudtam mémeket ezen, hogy a TV2 az erre, vagy a nyomasszon, hogy ki halt meg, ki, hogy ölt meg a másikat. De ez hogy fér be a propagandába? Ez a szép, hogy itt minden kurva jó. A félelemkeltés része jutott a TV2-nek. Régen gyerekként nem nagyon néztem híradót, vagy néha megnéztük, de én nem emlékszem, hogy ez lett volna egy konstans. Így halt meg, így ölték meg, így úgy amúgy nyomasszanak. Miért fontos nekem ezt tudnom, hogy valaki megölt egy nyugdíjast Magyarország másik felén? Életveszély. Több mint 40... Jó, nyilván. Életveszély. Kilométeren átment szembe a forgalommal egy autós az M7-es autópályán. Ez elképesztő, hogy ilyen fél évente van egy hír, hogy valaki szembe megy a forgalommal, mi a franc baja van az embereknek. Itt a tények, a stúdióban. Ez volt a 3 fő hír, amit kiemeltek. Jó estét kívánunk! Meghalt a kórházban az a 3 gyerekes anya. Oké. Okay. Családi tragédia. Anyja meghalt, meg a gyerek is, ezt jó. 15 év fegyházra ítélte a bíróság a 16 évvel ezelőtti csépai gyilkosság elkövetőjét. 16 évvel ezelőtt is most kerülbeltem. A férfi a társával bemászott egy 79 éves nőhöz. Megverték, majd megfojtották, végül az ékszereivel elmenekültek a helyszínről. Az ügyet 2020-ban oldotta meg a rendőrség a DNS-ek alapján. A kegyetlen férfi elcsukló hangon vallotta magát ártatlannak, mégis elítélték. Ártatlanul mondta magát, és mégis elítélték. Erre. 14 év, 6 hónap fegyházra és 10 év közügyektől eltiltása ítéli. Egy platóról lezuhanó autógumi miatt halt meg egy gödöllői férfi egy brutális balesetben ma dél. Ezzel nem hiszem, csak balesetek lesznek a szörnyűséget. Előtt az M31-es autópályán. Az M5-ös autópályán Lajos Mizse közelében pedig egy albán kisbusz csapódott fékezés nélkül egy tankot szállító kamionnak. Polgárháborús feelingem van, hogy állandóan égett és karambolozott kocsikat mutatnak. A felismerhetetlenségig összetört ez a fehér autó Gödöllőnél az M31-es autópályán. A sofőrnek esélye sem volt a túlélésre. Úgy tudjuk, a helyszínen szörnyet halt.
Több mint 44 kilométeren a forgalommal szemben száguldott egy idős sofőr az M7-es autópályán. Tények. Tényleg azt gondolják, hogy ez az, amit érdemes tudni a magyarnak, hogy hol történtek borzalmas közlekedési balesetek. Ebben mi a hír? Sajnos minden nap történnek ilyenek. Erről szól minden este a tények, hogy ki milyen borzalmas halált halt. Nincsenek fontos dolgok a világban, érdekes dolgok. Nem csak nyomasztó dolgok, olyan furcsa, hogy régen azt gondolt az ember, hogy ez a híradót nézek, most tájékozódom, most tudni fogom a történéseket, és igazából tényleg megnéz egy tényeket, és azt érzem, hogy egyelőre, azt lehet, hogy majd mindjárt megváltozik, de hogy nem lesz egyáltalán tájékozottabb, semmilyen szinten, hanem kapsz egy rakás nyomasztást, és kész. Meg kéne nézni egy ilyen 20 évvel ezelőtt híradót, hogy az kontranszban milyen volt ehhez képest. Egy szakértő szerint mások életét is kockáztatta a figyelmetlen sofőr. Egy szakértő szerint kockáztatta mások életét, akik szemben ment az autópályán 100-zal. Hú, bazen, engem nem akarnak fizetni szakértőnek? Szinte megállás nélkül dudáltak, mutogat. Na, ezt kíváncsiak, hogy elemzik ki ezt a megfejthetetlen szituációt, hogy valaki szembe ment az autópályán. Látható a videón, hogy sokan közlekedtek szabályosan, ott 130 a megengedett sebesség. Tehát, hogyha elnézem azt, hogy a két mozgótár egymással szembe jön, nagyon kis idő marad a szabályosan közlekedőknek lereagálni az esetet. Mutatjuk még egyszer a megdöbbentő felvételt. Az emberek szerint is felháborító, hogy ilyen eset előfordulhat. Az emberek szerint felháborító, hogy valaki szembe ment az autópályán. Hát még milyen jó a tények, hát ezt ki nem akarná nézni. Szerintük más test épségét veszélyeztette a sofőr, a saját figyelmetlen. Szerintük más test épségét veszélyeztette. Ezek az emberek mind zsenikben. Sége miatt. Mindenki van táblázva, oda kell figyelni. A legelső, hogy a táblát kell mindig nézni a táblát. Kimentek a nyugatiba, és meginterjúztattak az embereket elővel, aki szembe ment. A keci tények, ezt minden nap nézni akarom. A szakértő azt mondja, hogy ha hasonló esetet látunk, azonnal adjunk jelzést a sofőrnek, és hívjuk a közútkezelőt. Mi az szakértő? Te elhiszitek, hogy ez tényleg szakértő, vagy csak mondtak valamit ott a tények súlyában? Lassítani kellett volna a sofőrnek, és szépen lehúzódni a leállósávba, és fölhívni az közútnak a kezelőjét, hogy segítsen neki megfordulni. Félt a társai bosszújától, ezért nem szólt a gyilkosságról. Információink szerint ezt mondta az a férfi, aki a gyanú szerint két társával együtt agyonvert, majd elásott egy hajléktalant egy szennyvíztelepen, Zalaegerszegen. A három férfi összeveszett az ismerősével, akit aztán megrugdostak és többször megütöttek egy fadarabbal, majd amikor látták, hogy meghalt, eltemették. Jó. Fú, bazán. Kiugrottak az autóból és bedobták a kutyát a menyhelyre. Majd állatos hírek legalább, nem? Elszáguldottak Miskolcon. Gyorsan elkapták az állatkínzókat, az esetről videó készült, ráadásul a menyhelyen az állatot alig tudták megnyugtatni. Legalább a menyhelyre dobták be, nem? Nem szép, hogy bedobták, de legalább a menyhelyre, nem csak ki az útszélén. Aztán összeomlott az életük, oda az álomlakás. 800 család maradt otthon nélkül Budapesten, mert kiátszotta őket egy beruházó és egy kivitelező cég. Részegen menekült az autójával a rendőrök elől egy csak közlekedési hírek, nem hiszem el. 9 éves sofőr az Üllői úton Kispesten. Az álmokfutó férfi piros lámpákon és záróvonalakon is átszáguldott, mire egy zsákutcában utolérték a járőrök. A férfi amellett, hogy részegen ült a volán mögé, kiderült, hogy korábban eltiltották a vezetéstől is. A kedvencem minden közlekedési hírhez, ahogy nézem, meginterjúztatják az embereket. Nézzünk, milyen bölcseket mondanak erről. A környéken élők elítélik a férfi viselkedését. Tényleg? Törnek mindenféleképpen meg kell állni, úgyhogy én ezzel nem értek egyet, sőt, elítélem. Azzal tisztában vannak a vezetők, hogy ha ők isznak és úgy vezetnek, akkor ha elkapják, akkor az botrányos dolog. Mit lehet erre válaszolni, ha megkérdezik, hogy mi a véleményük erről, hogy valaki részegen vezetett és nem állt meg a rendőröknek? Mit kéne válaszolni? Hogy az én sátam volna meg? Mit kéne válaszolni? Tényleg van egy ilyen, hogy valaki részegen vezet, szakértőt megszólaltatják, rendőrt, kimennek az utcára, interjúkat csinálnak, egy egész 5 perces blokkja van annak, hogy valaki részegen vezetett le, és ez tényleg olyan izgalmas? Évekkel ezelőtt meghalt édesapja sírjában rejtette el, mint egy 4 millió forint értékű kábítószert egy 37 éves férfi Bélapátfalván. A síremlék koszorúkkal és fenyőágakkal letakart földje alól, csak nem
1 kg fehérpor és több száz tab... Hogy derült ki? ...letta került elő. A nyomozók épp értékesítés közben kapták el a férfit, akinek édesanyja is segített a szer elrejtésében. Kreatív elrejtés, értékesítés közben nem bukik le, sose találják magukat. Kábítószerekkel teli műanyag dobozokat találtak a nyomozók ennek a síremléknek a koszorúkkal és fenyőegakkal letakart földje alatt egy bélapát falvai temetőben. Most mindenki elmegy meg körülnézni a sírok közül, hát a talál drogot. Amúgy ez a kedvenc részem a tényekben, hogy mit mond erre az utcaember? Ez nagyon ronda, csúnya dolog. Ilyet csinálni azért. Nagyon megérdemeltem, én már a harmadik alkalommal volt ilyen esetet, tanulhatott volna belőle, mert múlt évben jött haza 8 éves büntetéséből. A várandós nő épp úton volt a párjával a kórház felé, mert szülési fájdalmai voltak, a gyermekét azonban végül a kórház közelében a járdán szülte meg. Amíg az egyik rendőr a kismamának segített. Kórház közelében a járdán. Jó, hogy nem a kórházi járdáján. Lehet, hogy kevesebb kórházi fertőzést kap el ott, szóval. A társa orvosért rohant, a kismama végül egy egészséges kisfiúnak adott életet. Hát ez legalább az első olyan hír. Nem valami szörnyűség történt. Harmad annyiba kerülhet húsvétkor a tojás, mint a tavalyi ünnepekkor. A vásárlók azt mondják, hogy ez azért lenne kedvező, mert húsvétkor több doboznyi is elfogy belőle. Vásárlók ezt mondják, húsvétkor több tojás fogy. Hát itt mindenki mekkora szakértő. Kedvenc műsorom ez. 20 darab erre biztos elmegy, akkor utána még főzünk, hogy legyen a sonkához, meg főzünk. Sok kell. Amúgy az összes ilyen kaja közül nekem a húsvéti a kedvencem. A sonka tojás tormával. Ez a legjobb ünnepi kaja. Én azt mondom. De mit mondta? Zuhanni kezdett egy repülőgép több ezer méter magasan Új-Zéland közelében. Az utasok és a személyzet tagjai ezért kirepültek az üléseikből és a plafonnak csapódtak. Hatalmas volt a pánik a fedélzeten. Ez a fél óra nem volt elég, hogy megijesszünk és nyomasszunk. A következő hír az sok előkészítés után betolja az, amit kellett. Sok síkosítás után most jön a... Atomháborúhoz vezetne a háború eszkalációja, ez pedig nem élné túl a világ. Mondtam, hogy betolja, bazzeg. Egy különleges és egyedi vállalkozásba kezdett a Nemzeti Sport kiadója. Pólókat, pulóvereket, tornazsákokat és vászontáskákat, sőt, baseball sapkákat terveztek meg. A legendás focista Puskás Ferenc képeivel. Szegény Puskás, bazzeg, biztos örül. Nemzeti Sportnak arról a cikkről nem beszélnek majd, ami azt mondja, hogy lehet verni egy bizonyos szintig a gyereket. A mai divat bemutatónak nagy sikere volt, a termékeket pedig az interneten már meg lehet rendelni. És Nemzeti Sport reklám, azok, hogy rendeljétek, tényekben az, hogy rendeljétek a Nemzeti Sport merchét. Nincs titok. Szerettünk, akartunk és tudtunk futballozni. Olvasható Puskás Ferenc legendás mondata ezen a pólón. Nézd a sajtótájékoztatót, milyen kurva igényes. Mennyivel igényesebb volt a kopasz csimpánz videónk, ami csak így be volt vágva, hogy nézzétek, lehet a merchet venni. Mi ez a nyomasztó szutyok? Létrehozták a Puskás kollekciót. Azt a kurva. Jézus atyám, ez most nagyon nyomasztó. Egymás után sorban érkeztek a sportolók, hogy bemutassák a legújabb ruhákat és kiegészítőket. Pólók, pulóverek, de tornazsákok, vászontáskák és baseball sapkák is piacra kerültek már azzal a céllal, hogy népszerűsítsék a sportot és a szurkolást a fiatalok körében. Hú, ez jó. Bíró Marcell lesz a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, tudta meg az Index. Egyik fő feladata pedig az lesz, hogy segítségével Magyarország képes legyen a háborús kihívásokat hatékonyan kezelni. Nem békét akarom? Béke kihívás. Pert indít az Európai Bizottság ellen az Európai Parlament, mert szerintük a bizottság megalapozatlanul szabadított fel 10 milliárd eurót tavaly Magyarországnak. A perrel azonban veszélybe kerülnek a magyar uniós pénzek, ezzel pedig a tanárok további béremelése is. Tanárok. Rohadt EU miatt nem lesznek kifizetve a tanárok. Ez igen. Csak kijött a mondat végére, bazzen. Így mutogatunk, hát a pedagógusok nem tudunk fizetni, emiatt nem tudunk fizetni a pedagógusoknak. Nem ért? EU-s pénz, mindenre van pénz. A tanárok nincs. Jó, hogy nem a gyerekekre mondják. Hát sajnos, akkor nem tudjuk megetetni árva gyerekeket. Az már csak manipulatívabb. Szeg ne kapjon több pénzt az Uniótól. Na, ezt hiányoltam, ami tegnap az M1-ben volt, hogy azért baloldal akadályozta meg én. Nagyon régóta mondjuk,
tudjuk, hogy el kell zárni azokat a csapokat. A magyar baloldal évek óta azért dolgozik, hogy Magyarország ne kapjon több pénzt az Uniótól. Dobrev Klára mellett a Momentumos Cseh Katalin és Donát Anna is folyamatosan a pénzek kifizetése ellen harcol. Cseh Katalin azt állítja, hogy az a döntés... Hú, Mentzer Tamás, jó estemecskő hiányzik. Amely szerint Magyarország megkapja az egyébként Magyarországnak járó uniós forrásokat, törvénysért. Cseh Katalin ezt a döntést eltörölné, a pénz utalását megállítaná. Lakatos Márkot is próbálják, pedózzák. Ez nekem új, ez jó tudni. A baloldali influencer egy 16-17 éves fiú. Baloldali influencer. Mitől baloldali? Ki tudja? De jó szóval, nem? Mert ilyen vannak az influencerek között is bal meg jobb, de hiába nem politikával foglalkoznak, ez tetszik, jó. Szemelt ki magának, aki csak később jött rá, hogy nem barátkozni akar. Soron kívüli hatósági vizsgálat zajlik. Márciusban és áprilisban minden gyermek otthonban a bántalmazási esetek belső kivizsgálására fókuszálva. Végre valami érdemi dolog, bár kicsit azt érzem, hogy mint a hatóság, milyen hatóságunk van, aki a korrupciót néz és a Fidesz ellenőrzi magát. Remélem, hogy ennél azért haték. Az energiabiztonság nem kerülhet veszélybe senki politikai vagy ideológiai kívánságai miatt, erről beszélt Szijjártó Péter a Budapest Balkánsz Fórumon. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy a balkáni régió kulcsfontosságú az európai energiabiztonság jövője szempontjából. Szijjártó, oké. Okay. Szijjártó Péter a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évnyitó rendezvényén elmondta, hogy soha nem kötöttek még ennyi megállapodást Magyarországra érkező külföldi beruházásokról. Fölvitték a statisztikát, de jó, gratulálunk Szijjártónak. Jó lenne, lehetne valamit realizálni a magyaroknak is, akik nem a NER részei. Nem segít, már alig vannak megadóztatva nagygyárak, szóval adócsokat nem látunk. Pedig milyen jó lenne a tanároknak ez a pénz, nem? Például. A külgazdasági és külügyminiszter egyébként az albán kollégájával tárgyalt a Nyugat-Balkáni Ország uniós csatlakozásáról. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy Albánia 15 éve vár a csatlakozásra. Itt már nagyon sürgetjük. Az már nincs baj Országnak. NATO csatlakozását a svédeknek be ezek el tudtuk húzni, vagy csak lehetett. Elég érdekesen válogatjuk meg, hogy ki tetszik, meg ki nem. Reklám következik. Tudta, hogy még reklámot is jobb nézni, mint propagandát? Úgyhogy ebben lesz ma segítségünkre a Surfshark. A Surfshark-kal ugyanis áthelyezheti magát a propagandával telenyomott országából egy másik országába virtuálisan, és akkor ott pedig megnézheti egy harmadik országnak a Netflix kínálatát például. Ezt ötvedettem. Ja, és ezt a másik országnak a Netflix kínálatát, utána pedig meg lehet nézni, akár élőben is, hogyha VPN-nel áthelyezi magát másik országból, meg olcsóbb repjét tud venni, és akkor onnan átmehet abba az országba, már nem csak virtuálisan. Mindez pedig nem muszáj csak egy készülék, ezt több készüléken is meg lehet egyszerre csinálni. Lehet versenyezni, hogy ki melyik készüléken tudja előbb megvenni a repjegyet egy másik országba. A Surfshark One pedig jelez, hogyha valaki megpróbált hozzáférni az adatainkhoz, úgyhogy ezzel pedig a sok zűrös oldal felkeresése közben is észreveszünk, hogyha valaki valami rosszban sántikál. Hogyha ezek a remek lehetőségek, ezek neked is megtetszettek, akkor bebiztosíthatod magad a Surfshark-kal linken keresztül a leírásban, és a Focus csoport kuponkód használatával pedig extra 3 hónapot kaphatsz ingyen. Link és további információk a leírásban, és hát térjünk vissza ehhez a szívmelengető propaganda videóhoz. Nagyon népszerű a településfásítási program, erről Nagy István beszélt a program idei első állomásán. Nagy István, csak az agrárminiszter elmondta, hogy a települések fásítása mellett a kormány új erdők telepítését is támogatja. Ennek köszönhetően 2019 óta több mint 43 ezer hektárral nőtt Magyarországon az erdővel borított területek mértéke. Azt adom, figyelj, ennek örülök. Nagy István, nyomod. Idén is pillanatok alatt elfogytak a rendelkezésre álló fák. Nézd meg, itt a jó hírt közli, csak a TV2, meg az M1 van. Hol van ilyenkor a Telex? Hol van ilyenkor 444? Hol van az RTL, amikor fákat ültet a Nagy István? Mert ez amikor lopnak, akkor ott vannak. Megújult a Nemzetgazdasági Minisztérium Vállalkozás Fejlesztési Háttérintézménye, Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség néven.
Az intézmény a kis- és középvállalkozásokat segíti. Kisvállalkozás vagyunk. Minket is segít majd? 6 programjára összesen csak nem 8 milliárd forint jut. WC papír árasztotta el az utat az egyik kaliforniai autópályán. Erről ez a most látható felvétel készült. Egy teherautóról esett le a sok guriga. A végén azért visszatérnek az erősségükhöz, közlekedési hírekhez. Ami miatt aztán meg is bénult a forgalom. Vérlázító botrány, ellopták a sztárok adatait, pénzt csaltak ki a nevükben, kiakadtak a hírességek. A döbbenetes balhéval megyünk tovább a Tények Pluszban. Na hát egyszer majd megnézek egy Tények Pluszt, már elég volt. Ez érdekes ez a tények. Nyomasztás és egy kis kormány info kb. Hát, amit akartok, volt egy kis Szijjártó, egy kis Nagy István, most Orbán annyira nem volt. Kis baloldalizás, minden volt, amikkel. De főleg nyomasztás volt az eleje. Nem értem, hogy ezt miért nézi bárki. Amúgy nem volt túl izgalmas, nem volt egy ilyen nagy vezető hír, pedig úgy tudom azért történtek dolgok most, de hát a tények azok, bár lehet, hogy tényeket mondanak, de megválogatják, hogy melyik tényeket mondja. Ja, hát legalább megnéztem ezt is groteszk értelemben, de szórakoztató volt. Holnap folytatjuk. Hát reggel most nem volt alkalmam leülni, úgyhogy gondoltam, hogy ebéd után most alszik mind a három gyerek, megiszom a kávémat, leülök, átpörgetem pár honlapot, szerintem ez is legit, is szokták nyomni. Tehát amúgy nem tudom, mi a hiteles tájékozódás, azon gondolkozom, hogy az emberek elolvassák a cikkeket, vagy attól lesz hiteles, hogy csak a címeket olvassam, mint a legtöbb ember. Gondoltam, az Origo klasszikus, azért nézzük meg, nem egyszer kell megnézni, azért egy héten. Ebből tájékozódunk, legnézettebb lap, aggasztó felfedezés, a Mars káoszba taszíthatja a Földet. Figyelj, legalább nem propaganda, de hogy ilyen űrös cikkekből is az Origón minden hónapban több van, hogy mind meghalunk, jönnek a meteorok, stb. Egy 2,4 millió évente jelentkező folyamat, amely befolyásolja az éghajlatot. Hát lehet, hogy az akkor most nem annyira aktuális, annyira most ezen talán nem aggódok. Vladimir Putyin, készenünk az atomháborúra. Jó. Így akarja elvenni a dollár baloldal a tanárok pénzét. Úgy látszik, ez egy új mantra lesz most. Amúgy érdekes, hogy ezt sikerült kitaláljuk, hogy a baloldal nem akarja fizetni a tanárokat, mert a baloldal akadályozza az EU-s pénzeket, és az EU-s pénzeknek kellenek a tanárok fizetéséhez. Gyurcsányné, Donát Anna, Csekatka és társai megbízói utasítását követik. Egyre nagyobb a baj, a NATO főtitkára már tárgyalni akar Macron világháborús tervéről. Előbb még itt az Putyin volt, aki készen az atomháborúra, de akkor mindketten készen állnak. A dollár baloldal képviselői már büszkélkednek is azzal, hogy hazájuk ellen áskálódnak, mondta Dajs Tamás. Elkezekkel Magyarországtól, elkezekkel a magyar emberektől, elkezekkel a magyar Európai Uniós fejlesztési pénzektől szólított fel a politikus. Amúgy az Origo cikkeket pont ennyire érdemes olvasni, amennyi a cím van, még ennyire se amúgy. De csomószor bemész egy Origo cikkbe, és semmi. Két mondat az egész. Ja, csak nem egy kis Gyurcsány. Így támadták Magyarországot a Gyurcsány emberei Brüsszelben. Az egyik legőszintébb beismerés szerint a baloldal saját maga fegyverezné, ha engedné, hogy az Orbán kormány megkapta az uniós forrásokat, saját magát, igen. Gyurcsányné, ez a tag, ezt meg kell néznem, Gyurcsányné. Nem is mondják azt, hogy Dobrev Klára, csak Gyurcsányné, ezt írják oda. Még akkor is, hogyha nem hivatalosan ez a neve. A dollár baloldal el akarja venni a tanárnők és az óvónők béremelését. Itt egy egész hosszú cikk van, ami 9 perc elolvasni, azt írja. Egy átlag Origósnak, szóval gondolom két mondat. Az Origó írta, a híres Origó. Havi 5-6 milliós brüsszeli fizetésükből hónapokat csak azért dolgoznak, hogy tanárok ne keresenek 8000 forintot. Csak azért dolgoznak, igen, szerintem az egy kicsit ezt feldítésnek érzem. Havonta 6 milliót kereső Csekatévén is büszke arra, hogy a magyar emberek miatta nem kapják meg az uniós forrásokat. Dajcs Tamás kiállt ez ellen. Azt nem írják, hogy a 6 millió keresőt a Dajcs Tamás? Ott nem írják oda? Oké. Okay. Jó, hát ez úgy látszik, ez a hét mantrája. Ezt már unásig ismerem az összes idézetet amúgy. Börtönbe kerülhetett Gyurcsány pártik, a kerület korrupciós botrányának újabb embere. Zöld energia konzultációt indít a kormány. Na, azért a kormány az rendben van, ő dolgozik, amit lehet. Orbán Viktor, induljon a nap. A kormányülésről posztolt képet Orbán Viktor, és ennyi. Kirakták a képet. Induljon a nap. Ennyi a cikk. Már a konyhában is Pap Máté Bence tanítgatja Tóth Gabi lányát. Mit szól ez, Krausz Gábor? Sok nő csinálja a szex közben, most kiderült, hogy miért. Itt a megdöbbentő magyar kutatás. Magyar nők orgazmus színlenésnek pszichológiai összefüggését feltáró tanulmány jelent meg egy szaklapban. Jól van, ez így részért kiállt, vagy szekcióért. Győrben valakinek viperája volt.
szerencsekerékről egy hír, az még létezik, az elképesztő. Most vagy soha, ezek a srácok olyanok, mint a barátaim lennének. Lélegzetel előttem, izgalmas, fordulatos, látványos, a Most vagy soha című film mindenkinek látnia kell. Nem vagyok filmkritikus, így kezdődik a filmkritika. Nem is akiért írom ezt a cikket, csupán nézőként kiírja ezt a cikket. Na, végre valaki vállalja a nevét. Addigra, mire kijön ez a videó, mi is megnéztük. Megmondom, hogy tényleg igaz az, hogy mennyire fantasztikus ez a film. Ex-kommunista Vörös Báró, U.S. Péter fő támogatója. Ó, hát pedig van még pár ex-kommunista ott. Ők keresték a legtöbbet, jó kis proli hergelés, Ruddal a kezében és a tengerparton és csodálatos a szuperszexi spanyol atléta. Gyönyörű pornomodell miatt meggyilkolták, füllett erotika, messzeren a vetközött a szuperszexi sportolónő. Kicsit hiányoltam, hogy ennyire hátra kerültek a csöcsök. Előkerültek Bódi Szívi szexi fotói, Kulcs Edina elmondta, hogy visel a negyedik terességét. Teres megint a Kulcs Edina, jó tudni. Akkor nézzük meg még a riposztot, egy kis lazaság, így ránézünk a riposztra is. Gyurcsány és Donáton el akarják venni a tanárok pénzét. Ez az erős, bazeng, erős. Nem is, hogy akadályozzák az emelést, hanem még a meglévőt is el akarják venni. Érdekes húzás volt, hogy az uniós pénzeket hozzácsatoltuk a tanárbérhez, és ezt elfogadtuk, mint egy alapvetés, hogy igen. És akkor innentől akkor nem a Orbánék hibája, az mindenki más hibája, hogy nem lehet a tanárokat fizetni, de hát azt az alapvetést sem kéne elfogadni, hogy miért az uniós pénzeken múlik, hogy a tanárainkat megfizetjük. Érdekes. Zöld párbeszéd, fontos kérdésekben várják a véleményeket. Szijjártó bekérett az amerikai követet, holttest Zalaegerszegen, így készül a madár tejszele. Na, ez végre valami érdekes. Ez jól néz ki. A fotó mind megette. De csak a mind megettéről átvettek egy receptet. Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa, megállítottuk az illegális migrációt, minden gyilkosságot felderítettek, mindet. Csökkent a halálos balesetek száma. Rákattintottam erre, az jött be, hogy több évszázados tabu dölt meg, autonómiát kapott Korzika, felkészül Székelyföld. Ja, itt van a legbiztonságos ország Magyarország. Azt mondja, hogy ezen a listán 18-ak vagyunk, de előttünk van Németország, akiről meg azt állítjuk, hogy ott retteg mindenki a migránsoktól, és ott a migránsok mindent felgyújtanak, és mindenki rettegésben él, vagy akkor mindenki rettenégésben él, és akkor ez a lista rossz, hogy ennyire előkelő helyen van Németország. Meg hát nem kell megoldani így egy ügyet, hogyha fel se veszed. Szoboszlait megvédik a szurkolók, hűha, apró bodyban terpesztett Hunyadi Donatella. Tóth Andi bevallotta. Na, mit vallott be? Elmondta az igazat a fotóról, ami felkerült az internetre, és kirakta az Instagramjára. Gondolom, hogy reklám. Reklám, igen. Jó, hát ez fantasztikus. Leesett a lováról, összetörte magát. Ilyen nagyot nőtt Dérheni kisfia. Titokzatos kör jelent meg az égen, meg a lakások, amiket vehetsz. Persze, hát miért ne? 185 millió forint Pákozdon, 4 szobás lakás, csak hallom amúgy, de hát átlag magyar mit csinál? Végig pörgeti a riposztot, aztán megnézi, hogy ma milyen házat fogok venni az ingatlan bazáron. Belenéztem, mi történik, most csak így ránéztünk, aztán este megnézek valami nagyobbat megint. Érdemi információval továbbra sem gazdagodtam, de talán annyira nem volt nyomasztó, mint a tegnap egy TV2 híradó. Én csak szerda van, de ez az egész már lehoz az életről. Még a felé is vagyok túl, de annyi hasznosabb dologgal tölthetném az időmet. De! Hát a kihívás, az kihívás. Úgyhogy arra gondoltam, hogy most a Hír TV híradóját nézem. A Hír TV-n is egész sok hír van, mint ugye az M1-en is. Tök jó, van még egy ilyen tévé, csak itt műsorok is vannak, majd azokba is belenézünk. De van a sok híradó Hír TV-n. Megnézzük a fél heteset, mondom, az a fő. Nézzük, ez valami újdonságot hozzá az eddigiekkel szemben. DK-s pedofil botlány, hát ez... Hamar eljutottunk ide. Ágyban felnőttek egy Gyurcsány párthoz köthető roma nyári táborban. Gyurcsányhoz köthető roma nyári tábor? Hú, amúgy a híradó nagyon blőrözve bejátszott a képeket erről a pedofil botrányról, ami mindjárt időre lehet, hogy tényleg az. Nyilván azt nem fogjuk mutatni. Már van csatorna, aki belebukott. Itt a híradóba lement. Annyira ki volt blőrözve, hogy semmit se lehetett látni, de biztos, ami biztos, hogyha ezt mutatják, akkor csak engem fogtok látni. Újabb pedofil botrány robbanhatott ki a demokratikus koalíció körül, ezt írta a Pesti. Újabb pedofil botrány a DK körül, vagy újabb pedofil botrány, mint újabb pedofil botrány is volt előző. Srácok. A pesti srácokra hivatkoznak. Ez is csodálatos. Nem most kell épp helyre igazítani? Ja, nem, az már le lett törölve. Elmondhatnánk, hogy ez hogy köthető DK, az biztos köthető, csak hogy? Így ébresztették a gyerekeket abban a hátrányos helyzetű romáknak szervezett táborban. A pesti srácok információi szerint a tábort a Gyurcsánypárthoz köthető civil tanács egyesület szervezte. A portálhoz egy aktivista által eljuttatott videón jól látható, hogy a zenés ébresztés mellett a takaró alatt simogatták, fogdosták a kislányokat. Az látszik a videón, hogy takarófogdosás, nem az, hogy úgy ébresztik a lányokat, hogy zenélnek nekik és énekelnek. Lehet, hogy volt ilyen is, de nem tudom.
tudom, ez nem látszik. A dollár baloldal pártjai. Ahogy Hír TV, az nyomja a propagandát nagyon durván. Szóval nem is az, hogy így próbál így úgy csinálni, mint hogy objektív tájékoztatás lenne. Dollár baloldal, ez most egy tényszerű megállapítás. Én engem a pedofil hálózattól vagyok gyomor ideges, és azt tartom gyomorforgat. Amúgy ez tényleg így lát, hogy mennyire az a Dobrev Klára, hogy itt nyilatkozik, tényleg ezek a Fideszék tartják. Mutogassassanak másra, hogy őt akarjátok helyettünk, elsírom magamat az országtól. Egy politológus a Vezércikk című műsorunkban arról beszélt, hogy a baloldal nagy ügyet csinált Novák Katalin kegyelmi ügyéből. Hát már nagy ügy is volt, különben nem mondott volna le, nem? Rendkívüli bizottsági ülés keretén belül kezdte el az újbudai önkormányzat annak a pedagógiai asszisztens ügyének a kivizsgálását, akit szexuális kényszerítés gyanújával vettek őrizetbe február végén. Az óvodákért és köznevelésért felelős alpolgármester Erhard Attila nem jelent meg az ülésen. Szabó László, a Fidesz-KDNP frakció vezetője szerint ez is azt mutatja, hogy a baloldal nem érdemi vizsgálatot folyt. Ez a nyomasztó, ez a kibaszott propaganda. Ez megy, ez M1-en. Kicsit máshogy TV2-n, kicsit máshogy Hír TV-n, kicsit máshogy, de ugyanez a szar ömlik be ezen. Ezek a hírek, ezek a fő hírek. A gyermekvédelmi intézményekben zajló hatósági vizsgálatok elsődleges célja, hogy egyetlen gyermekbántalmazási eset sem maradjon titokban. Röbikes, hogy felvezetik, hogy a DK, pedodk, és talán mondják, hogy akkor most nagy vizsgálatok lesznek a gyermekotthonokban, mint hogyha ez hívta volna életre, amúgy a DK-sok miatt kell. A baloldal EP képviselői már büszkélkednek azzal, hogy hazájuk ellen áskálódnak. Erről a nagyobbik kormány... Pont ugyanez. Ez most az új szlogán. Ők lehet, hogy amiatt, hogy az EP választások miatt van ez. Ugye most már ezt az EP választásokat készítik elő ezzel, és akkor most tényleg mindenhonnan eddig héten csak erről volt szó, hogy tanári fizetéseket ugye Dobrevék, akik ugye ők a pedofilok is, meg miattuk nem kapják meg a tanárok az emelést. A Dajs Tamás meg mondhatja, hogy jaj, hát ez nagyon rossz. Érdekes, pont a Dajs Tamás mondja. Jó, egy kicsit pörög a nem, hisz ő lesz a lista vezetőjük. Milyen szerencse, hogy most van hír, amiről beszélt a Dajs Tamás. Bizony, én is dolgoztam a jogállamisági mechanizmuson, sőt. Ezt pár nappal ezelőtt ismerte be a Momentum EP képviselője egy tik. Tehát ez egy beismerte, mert nem úgy tűnik, mintha ez valami kéztördelős vallomás lenne. Azonban nem csak a két Momentumos EP képviselő tett ilyen kijelentéseket. A DK elnöke egy éve... 2023 márciusi források. Látszik, hogy annyira nem aktuális ez se, de most kell bedobni az EP választását nyilván. Annyian átlátsz, hogy és ezzel foglalkozik most aktuálisan a Híradó, az M1-en, a TV2-n, a Hír TV-n, az Origon. Ami értem, hogy miért foglalkozna vele, amikor aktuális. De most hirtelen mindenki szerint most aktuális, pont az EP választások előtt. Egy olyan dolog, ami egy éve történt, érzek benne némi irányítottságot. Milliárdos korrupció gyanús ügyben érintett. Hiszen az derült ki, hogy a Cseh Katalin vezette családi cég. A Deutsch felismeri máshol a korrupciót, de Magyarország, ami elméletek az egyik legkorruptabb állam mindenféle mutatók szerint, ott nem látja. Hát ott nem látszik. A tanárok és óvónők béremelésének folytatódnia kell, ezt mondta a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter szerint ezért sem elfogadható, hogy ezeknek a forrásoknak a megérkezését egyes politikusok szándékosan hátráltatja. Szerintem az nem elfogadható, hogy EU-s pénzekhez kötjük azt, hogy a tanárokat kifizetjük. Más dologra van pénzünk, még mi is számoljuk a eredményjelzőn, de érdekes, hogy pont ezt, ezek szerint rá lehet fogni Gyurcsányékra azt is, hogy nem kapnak a tanárok béremelést. Ilyen kényelmes, nem? A baloldal el akarja venni a pedagógusok béremelését. Ez a Hír TV, ez a legmocsakabb propaganda. Ezt nem gondoltam volna, ez szörnyű. Az uniós pénz azt teszi lehetővé, hogy a 6 éves programot 3 év alatt végre tudjuk hajtani. Így fogalmazott még januárban a pedagógusok béremelésével kapcsolatban a miniszter. Nem lehetne, hogy akkor megcsináljuk addig is az első 3 évet? Mire a negyedik beérünk, már úgyis megjön az a pénz, nem? Szívesen a tippet vigyom. Meddig kell csűrni, csavarni agy sejtjeiket, hogy még mindig egy Gyurcsány hívás azért is, hogy nincs pedagógus béremelés. Lassan már kimennek a suliból azok, akik akkor születtek, amikor a Fidesz hatalomra került, de akkor is egy Gyurcsány hívás. Amúgy helyetetlen, hogy mennyi hatalma van a baloldalnak, meg a Gyurcsányéknak. Hír TV másról se szól, hogy mit csinál a baloldal, mint hogyha ők vezetnék az országot. Elképesztő, hogy Fidesz 14 éve kétharmaddal van, és nekik semmiben nincs beleszólásuk ezek szerint. Magyarországról szóló vitát tervez az Európai Parlament április elején. Hetekkel később pedig határozatot fogadnának el a magyar jogállamisági helyzet elítéléséről.
Zöldhegyi Katalin, a Hír TV tudósítója úgy fogalmazott, az események láncolata azt mutatja, hogy hazánk lenne a baloldal ütőkártyája az Elképesztő, hogy ez már megint az tizedik hír, és mindig a baloldalról van szó. Ez van bődület ez a Hír TV. Elképesztő, hogy mennyi pénz megy erre. Azon kívül is, hogy nyilván rengeteg pénz, ami a közmédiára, de ott van akkor még a Hír TV, a tévéket, hány trilliárd forint, annyi értelmes dologra lehetne fordítani, ahelyett, hogy nézd, itt ez Strasbourgból közvetít a nő. Kireptették oda, hogy onnan mondja el. Gondolom, hogy a folyamatos tudósítója a Hír TV-nek onnan. De hát tök mindegy, elég lenne, hogyha az M1, a TV2 meg a Hír TV egyet küldjene, úgyis ugyanazt a szart kell elmondani mindegyiknek. LMBTQ még nem volt. Migránsok se voltak. Arról, hogy Brüsszel miért támadja ismét Magyarországot és hazánk miért kampánytéma a közelgő uniós választásokon, Póca Istvánt, a Batthyány Lajos Alapítvány szakmai programvezetőjét kérdeztük. Tippelek, hogy lesz egy valami baloldal, vagy... Két dolgot kell látni. Az egyik az az, hogy ez egy politikai kampánynak az előkészülete, és ahogy itt korábban elhangzott, a baloldal és a liberális oldal akar a nyugat-európai országokban Magyarországgal kampányolni. Hát csak a baloldal rossz van a Hír TV. Esküszöm. A. Nem történik más az országban, B. A Fidesz semmiben sem dönt itthon. Azt hittem, hogy ők vannak a legtöbb képviselővel amúgy a Unióban is. Itthon kétharmaddal vannak, azt mondom, azért valami erejük csak van. Az Egyesült Államok már is megtalálta Lengyelországot arra a szerepre, hogy megvívja helyette legújabb háborúját. Erről a Nézőpont Intézet elemzésig. Nézőpont Intézet, jó van, lapozzunk is. Amúgy jó az a Hír TV, hogy állandóan minden bevágás, amikor szakértő szólal meg, akkor egy másik műsorukból van. Ilyen kényelmes, nem? Jó kis keresztpromó. Joe Biden azt mondta, szerinte Orbán Viktor maga beszélt arról, hogy nem akar demokráciát és diktatúrát építene. Nem akar, már lassan sikerül is, bazdán. Az Egyesült Államok elnöke szintiszta hazugságot állított a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban. Mert nem mondta, hogy diktatúrát akar. Azt mondta, hogy na, azt nézzük, hogy mit mond. A kormány ezért bekérette az amerikai nagykövetet, David Pressment. De mondjam, megnéznék egy ilyen találkozót. Mi a Pressman a Szijjártóhoz, és akkor szávasz. Szávasz. Mindenki tudja, miről van szó. Ne játsszuk a hülyét. Jó, kérsz egy kávét, mi a fasz van? Hogy van, a gyerekek jó van, jó van. Jó van. Na, szávasz. Szövetségeshez méltatlanok Joe Biden amerikai elnök hazug állításai. Mi is állandóan dollárbaloldalozunk, meg máshoz se szólok, mert Origo csak a Biden szídja, akit amúgy lehet is, és a Trumpot felszopja, és akkor ez szövetségeshez méltatlan, a néző döntse. A március 15-i rendezvények miatt több budapesti villamos, busz és trollijárat módosított útvonalon közlekedik pénteken. Március 15-én pénteken lezárják az Erzsébet hidat, és a szabad sajtó Kossuth Lajos utca útvonalat 6 órától szombaton... Ez tényleg van, aki ilyenkor borzalmas minőség, hogy 7 órától lezárva Rákóczi út, és így ő szerda esti híradóban is fölírja, hogy 7 órától a Rákóczi út, ki a faszom jegyzi meg? Legalább végre nem propaganda megy, szóval igazából értékelnem kéne. Kár, hogy nem hallani annyira rossz a minőség. Csütörtökön a pénteki napra, pénteken a szombati napra, szombaton az ünnepnapra, vasárnap pedig a megszokott vasárnapra érvényes menetrend szerint közlekednek a vonatok. Na most ezt bogozt ki hirtelen. A volánbusz járatainál pedig csütörtökön a hét utolsó munkanapjára és tanítási napjára, március 15-én pénteken a munkaszüneti napra, 16-án szombaton a szabadnapra, 17-én vasárnap pedig a hét első tanítási és munkanapját megelőző munkaszüneti napra érvényes menetrend szerint közlekednek. Agyar, ez nagyon jó. Pont ő egy olyan országból, ez alapvető szövegértés nem megy egy csomó embernek. Szóval szokásos. Vagy jön a busz, vagy nem. Máv meg nyilván késik majd egy-két órát, szóval melyik ezt imádkozz, hogy következő időszakban elindul valami arra, merre mész. Jól jönnek a magyarok. Teltházak vannak a szárdákban. Teltházra és leginkább belföldi vendégekre számítunk ezen a hétvégén. Nem egyedi az eset, amit a hajdúszoboszlói szálloda igazgatója tapasztal. Micsoda sztorik. Elejrök az a nomtól. Nem történt semmi a világban. Semmi nem történt az egész világon, miről be lehetne számolni. Volt egy propaganda, hogy lezárások lesznek, máshogy jönnek a vonatok, megteltek a wellness, itt már nagyon a hordóját kapargatjuk. Egy hír nem volt, ami ilyen külföldi. Fú, ezek nem tudom. Szóval ez is elég nyomasztó volt, azt kell mondjam. Itt ezt tényleg nem hiszem, hogy Hír TV nevében benne van, hogy ez hír. Csak a bal oldalról volt szó, mert hogy megteltek a wellness szálok. Ennyi. Ennyi hír volt, úgy látszik érdemleges hír a világban. Pu
pusztulatban ezzel. Nem tudom, mi lesz itt a hetedik nap végére. Jó, holnap folytatjuk. Na, itt vagyunk egy újabb szép napon, csütörtök. Első bejelentkezés, szóval kb. A felénél vagyunk. Atya Isten, ezt most megkóstolom, nagyon jól néz ki. Reggel megint nem volt alkalmam erre, most ebéd után egy laza bejelentkezés. Ha már kormánymédia, akkor a megafonosok sem maradhatnak ki, szóval megnézem, hogy ők mostanában mit nyomnak. Mert hát az egyszerű ember feljár a Facebookra is, ugye? Ez is valahol egy kormánymédia, kormánypropaganda. Mindegy, a kormányhoz köthető, ha szeretik, ha nem. Úgyhogy arra gondoltam, hogy megnézem azt is. Mi megy most? Kivel is kezdjem? Kik hirdetnek a legtöbbet? Nyilván azt kéne nézni. Évelejétől Bohár, Szarvas Szilveszter, Dér Stefi, Deák. Jó, nézzük meg. Bohár, Dániel riporter. Tájékozódjuk innen. Azért elég nyomi élete lehet ezeknek a lipsiknek, hogy az életük legnagyobb eseményes lepontozak AMD-on most vagy sohát. Ez tényleg nem szép, de sejtettem, hogy most ma jött ki a most vagy soha, vagy tegnap, nem tudom. Ez kicsit el fogja árasztani az internetet, legalábbis azt, amit ilyenkor nézek, ugye azt a felét. Kíváncsi vagyok, miket írnak. Na, így már a libárnyákoknak is tetszene a most vagy soha. Aha, Lipsi színészek vannak benne. Értem, vicces, mondjuk ő hadikban is benne volt. Lehet, hogy az se tetszett az embereknek. Kormányváltásra készül a DK. Mondjuk azért óránként van posztja, azért megdolgozik a pénzért. Tegnap eljöttek megnézni a most vagy soha, a 444-esek is. Hát, ha megértik, mit jelent a hazaszeretet? Hát, ha. Én arról pont is láttam egy videót előző héten. Na nézzük. Petőfi felállt az asztalra a Pilvaxban, majd elkezdte szavalni a nemzeti dalt. A hazaszeretet pedig büszkeséggel együtt járt át a szívem a moziszékben. Azt éreztem, hogy Magyarországért mindent. Most vagy soha végre valára azt adja, ami egy történelmi magyar filmnek adnia kell, nemzeti büszkeséget. Számomra az az jó alkotást, aminek a végén úgy jövök ki a moziból, hogy kaptam valamit, több lettem. A most vagy soha fantasztikus minőségben, varázslatos színészekkel mesél egy nagyszerű történetet, ami rólunk szól, magyarokról. Úgy, amilyenek vagyunk. Néha viccesen, drámaian, ha kell, keményen és természetesen romantikusan. Március 15-e és a március ifjak mi vagyunk. Mi vagyunk, mi magyarok, akik egész egyszerűen genetikailag úgy vagyunk kódolva, hogy rüheljük az elnyomást. Azért ez Bohártól érdekes. Nekünk senki sem mondhatja meg, mit és hogyan csinálhatunk. Így volt ez a múltban, így van a jelenben, és így lesz a jövőben is. A most vagy soha nem csupán történelmi film, sokkal több ennél. A hazaszeretet mozivászonra betítése. Ha szereted, hogy magyar vagy, akkor tetszeni fog neked a most vagy soha. Ugye, én nem az alapján válogatok filmeket, hogy most szeretem, hogy magyar vagyok, nekem a film legyen jó és kész. A Lipcsi filmek közül is van egy csomó, amit nem szeretek. Hiába Lipcsik készítették, ha a film nem jó. Ha nézitek a magyar filmmaratont, rengeteg Lipcsi rendezőnek nagyon lehúztam a filmjeit, még hogyha lipsiskedés is volt benne, egyszerűen nekem a film a fontos. Mire ez a videó kijön, addigra el is mondtuk, hogy mi a véleményem róla. Láthatatlanban nem tudom, lehet, hogy tényleg jól lett, lehet, hogy nem. Ki tudja. Trailer alapján ez bármilyen irányba elmehet. Gratulálok Rákai Filipnek és minden készítőnek. Azért korrekt. Mondjuk Rákai Filip egy producer volt. Ritkán szokták a nézők ugye a producernek megköszönni. Előbb köszönik meg a színésznek, a rendezőnek, az írónak. Nem feltétlenül a producert szokták kiemelni, de hát úgy látszik. Hát, hogy mondjuk barátok, szóval akkor igen, a barátok, gratulálnak a barátoknak. Nézd meg ezt, ennyi jó embert. Itt van mindenki a megafonból. Ez egy ünnep volt nekik, hagyj élvezzék. Van egy 20 órás videó is, ezt azért megnézzük, nem? Azért illene. Tudjátok, hogy milyen a balos haza szeretet? Én sem. Mert hogy ilyen nem létezik. Ők ugyanis jobban szeretnek Magyarország ellen dolgozni, mint sem értem. Legutóbb a Momentum agytrösztjei vallották be, mindent megtesznek azért, hogy hazánk ne kapja meg a neki jogosan járó uniós forrásokat. És nem elég, hogy azzal büszkélkednek, hogy mindenféle eljárásokat akasztanak hazánk nyakába, még azon is örömködnek, hogy az uniós pénzeket nem kapja meg Magyarország. Amiből aztán többek között a tanárbéremelést is finanszírozna a kormány. Na még egy. Szóval, most akkor nem lepődtünk meg, pont ugyanezt nyomja, amit a híradóban is láttunk, hogy a Momentum meg a DK miatt nem kapunk uniós pénzeket, mivel nem új hír, most hirtelen mindenkinek most megint új hír lett. És nyilván ferdítés is, mert nem így van. Uniósra mondjuk egy ilyen fél kötőjel 1%-ot sikerül elérni ők? Hát, ezt már csak megtartjuk azt az 1%-ot. Bohár, nem nagyon menekülnek. Nem azon, hogy te kérdezed, ők meg futnak? Nem látom, hogy futnának. Hát az ciki lenne, azt is elvesztenék. Biztos vagyok benne, hogy stabilan hozzuk. Tényleg? De ez a max 1. Nem szoktunk. Egyszer voltunk 4%-on.
4. Egyszer talán voltunk, nem? Hát én nem emlékszem ilyenre. Volt valami ilyen mérés, a 4 közelében. Hát jó, de ezt gondolom, saját mérés. Bizonytalan vagyok. Az 1%-ot hozzuk, tartsuk. Fixen. Kőkeményen. Fixen. Ez korrekt videó volt. Én itt azt mondom, hogy így kell Bohárdonit kezelni, a párbeszéd, és nyilván egy bohóc pártban aznak semmi értelme. Itt azt gondolom, hogy ez Bohár részéről is egyik legkorrektebb riportja volt, amit vala láttam. Niedermüller Péter átadja Budapest első beton kutyapiszóárját. Jó, ez vicces. Eldőlt Trump vagy Biden lesz a következő amerikai elnök. Öh, jaj, de jó. Nem akarod, hogy az otthonodat rommá bombázzák? Na akkor most figyelj, nézzük. Ugye nem te sem akarom. Szeretnéd, hogy így nézzen ki az otthonod? Akkor a dolláron megvett háború... Mi ez, egy magyar kórház? ...párti balos politikusokat mindenképpen el kell zavarnunk EU. Fú, ez azért már ez durva, hogy a baloldal bármiben nyer, akkor romos lesz a házad. Ez azért félelemkeltés, hogy szintje már bazdmeg. Európa éléről. A minap ugyanis a hatalmat agresszívan átvevő új lengyel kormány külügymin... Stabilizer, kicsit sok. Radoszláv Sikorszki egy panelbeszélgetés során kijelentette, hogy már jelenleg is vannak NATO katonák az ukrajnai harctéren. Żołnierze krajów NATO już są na Ukrainie. NATO katonák egy orosz-ukrán fegyveres konfliktusban az ukránok oldalán. Ez bizony, ha adhatunk a sorosista lengyel miniszter szavára, tiszta hadüzenet Oroszország felé. Látható, hogy a dollárbalosok addig nem nyugszanak, amíg bele nem sodornak minket a háborúba. Fú, ez a szintiszta ocsmány propaganda, borzalmas. Nagyon érdekes látni, hogy mennyire ugyanazt nyomatják teljesen. Szóval megvan egy kiragadott dolog, és akkor a Megafon, a Híradó, az Origó cikkek mindenen ugyanez megy végig folyamatosan. Semmi sokszínűség. Ez nem valami kirobbant balhé, mint a Novák, hogy hát azért bazdmeg nem mond egy köztársasági elnök, hanem ez olyan, hogy addig kapargatnak, amíg valamit találnak, és arra aztán ráépítenek egy olyan dolgot, ami így teljesen túlmegy ezen az egészen. És érdekes, hogy mindegyik ugyanazt építi rá. Szóval annyira központilag irányítva van. Andor Bandi készül a nemzeti ünnepre. Biden napok óta azt mondja, hogy kezet fogasson Orbán Viktor. Honnan lehet tudni, hogy sikeres volt az Orbán Trump tervező, hogy visítenek az amerikai Lipsik. Mi lesz velük novemberben? Meghívogatja az embereket. Hello. Kezi csokom, én Bohár Dániel vagyok a Megafontól. Zavarhatom egy pillanatra? Nem. Bohár Dánielnek semmit nem engedek. Terveznek tüntetés? Mindig ugyanazokat hívogatja Bohár Dániel. Az mi tüntetésünk az minden pedofil ellen szólt, és nem is a pedofilok ellen szólt, hanem a gyermekgondozási rendszer hiányosságaira hívta fel a figyelmet. Az jobb és baloldal teljesen pártfüggetlen, szóval. Miénk az gyakorlatilag már előre erről is szólt. Na jó, kik vannak még? Bohár Dani, Szarvas Szilveszterre költjük a második legtöbbet, pedig azt hittem, hogy háttérember. Szarvas Szilveszter, public figure, nézzük, de miért költünk ennyi sok pénzt. Bohár Dani már 24 millió ment a idén, sokkal long, és még most jön majd a kampány. Szarvas Szilveszterre már több mint 20 millió ment el, úgyhogy nézzük. Most vagy soha, megy a nyűnyögés a most vagy soha 6 milliárdos költségvetésén. A Disney már hónapokra kibérelte a Petőfi film lenyűgöző 19. század díszletét, az pedig nem apró pénz, ennyit a baloldali kritikákról. Hú, bezzeg, itt azért vannak összefüggések. A 6 milliárd az azért magyar filmhez képest sok. Nyilván elvárható, hogy abból valami kurva jól jön ki. Disney kibérelte, gondolom, nem mi fogjuk megkapni ezt a pénzt, ezt megszoktuk, szóval. Attól még lehet kritizálni a filmet, hogy a Disney kibérelte a díszletét, nem? Attól még lehet szar a film. Szarvas Szilveszter videó. Más nem is kell már az élethez, teljes szép élethez, nézzük. Vége a TikToknak Amerikában, ugyanis Joe Biden... Ugye fiatalosan őt láttad, fordítva lesz szék. Au, au. Tervezik, hogy betiltják. Már 1000 éve tervezik, sose csinálják meg. Jól hallottad, vagy elhagyják, vagy végük. Nincs kiút. Az amerikai baloldal azért akarja minden erejével. Amúgy a TikTokot máskor meg ők is szidják, mert terjed a vók meg minden. Betiltani az egyik legnépszerűbb platformot, mert nem viselik el, hogy létezik egy olyan csatorna, amit nem ők irányítanak, és nem csak az ő narratívájukat tolja. Ezért most vagy betiltják, vagy megszerzik. Mondod ezt a Facebookon, ahol ömlik a megafonbazni. Ez a véleménynyilvánítás szabadságának durva korlátozása. A TikTok semmivel sem rosszabb, mint a többi nagy közösségi oldal, mégis az amerikai baloldal nem a Facebookot akarja szétdarabolni, hanem azt a platformot, ahol szinte korlátlanul lehet beszélni bármiről. Hát ez nem így van, sajnos minden szar. Egy jelentés sem letilt egy videót. Nagyon könnyű visszajönni a TikTok rendszerével. Egy olyan érzésem, hogy az amerikai után a brüsszeli baloldal is kapva kap majd az alkalmon, és Európában is megpróbálják betiltani a TikTokot. Ennyit a baloldali szólásszabadságról és a szabad verseny. Mi ez a baloldali szólásszabadsághoz? Oké, amúgy az igaz, hogy a Facebookkal is gondolom, például szabadon terjedhet ez a megafon itt. Így arulja hazát a Momentum. Jaj, nem megint. És most érkezik a pályára a Magyarország ellen focizó csapat, már halljuk is a bevonuló zenéjüket.
Indítják is a támadást rögtön a pálya bal szélén, Hajnal Miklósnál a labda. Ugye most több mint másfél éves folyamat volt. Micsoda kreatív, ugyanazok a bevágások, ugyanaz a narratíva, de legalább más tálalás. Tehát annól még a Orbán is küzdött azért, hogy ne kapjunk EU-s pénzt, amikor ő volt ellenzékbe, az rendben volt. Németország 2060. Vicces. Jó. Na, valami új. Ne élj jólétben, és az európai országokban se legyen gazdasági növekedés. Ezt javasolja neked és az uniós tagállamoknak egy német közgazdász professzor. A gazdasági növekedés gyűlölő Nikó Pés a német Tageszeitungban örül és tapsol annak, hogy Németországban idén gyakorlatilag nulla lesz a gazdasági növekedés, vagyis Németország megtorpan. Szerinte ez tök jó, de inkább a recesszió, a visszaesés lenne az ideális. Hogy miért? Mert a német közgazdász szerint csak így menthető meg a bolygó. Mint írja, idézem. Ha a Földet meg akarjuk őrizni a következő generációnak, akkor a növekedés nem lehetséges, és a társadalomnak is alkalmazkodnia kell a növekedés nélküli világhoz. Ez a beteg gondolat teljesen ördögi, és Európa végén. Ez a beteg gondolat teljesen ördögi, az, hogy nem lehet mindig csak a növekedés, és ez ahhoz vezet, hogy teljesen kiszipolyozzuk a bolygónk, és ez nem fenntartható, hanem összeomlik alattunk a bolygó és a gazdaság. Ez egy érdekes, megvitatandó dolog nyilván, de semmiképp sem ördögi az, hogy van a közgazdásnak az egy olyan gondolata, amit itt most nyilván el van felítve, de valószínűleg arról szól, hogy a vég nélküli növekedés az nem fenntartható. Ezt az ördöginek nem mondanám, bazdmeg. Fú, mekkora retek ez, bazdmeg. Akkor ez szájbarágos fos. Na, aztán jobb lesz. Oda az újbudai p***fil ügyében. G. Péter a gyanú szerint legutóbb a szivárványom oda mosdójában molesztált egy kisfiút. A 26 éves pedagógiai asszisztens korábban egy másik kerület... Érdekes, amikor a másik pedofil ügy derült ki, akkor kussoltak teljesen. Szó nem volt erről, hanem akkor is elkezdték pedofilozni a baloldalt, amikor még ez az ügy se volt, csak úgy random. Jó, kiért fizetünk még sokat? Magyarország kormánya. Eddig csak nem 7000 élet mentett meg a gond. Ez jó, ez legalább jó. Most annyira nem hirdetik a posztokat, 261 like van rajta, 600 like, miközben majdnem 1 millió követője van ennek az oldalnak, 179 like, akkor most ez annyira nem nyomatják, csak így ilyen kirakosgatna a dolgokat, rendben van. Nem jönne föl, hogyha csak így görgetné. Dér Steffi, Dér Steffit meg megnézzük. Figyelj rá, még csak 15 milliót költöttünk idén, mármint hogy csak a hirdetésre az, hogy elkészülni a tartalom, hogy nyilván még sokkal többet. Megszavazta az amerikai képviselő a TikTok betiltását. Nem így van, ez ferdítés, képek a mosvacsolából, oké. Nincs valami videóban, ezek? Na, itt van, jó. Újabb bizonyítékon van arra, hogy a soros hálózat kilóra megvette a baloldalt. Itt van ez a fotó. Ez a fotó a bizonyíték, oké, várjál, hagyd nézzem. Látható, hogy Alex Soros ismét eligazítást tartott, ezúttal Tiranában lobbizott a balkáni országoknál azért, hogy teljesüljenek globalista céljai. Mégpedig az, hogy a jó, ez most bizonyíték a baloldal. Elhúzódjon, mindegy hány élet árán. Ez ugyanis nekik üzleti érdekük. If you look at the investments that we've made in Ukraine's defense to deal with this aggression, 90% of the security assistance we provided has actually been spent here in the United States. És amíg az amerikai baloldal dollármilliókat kaszál a háborún, addig a hazai és európai baloldal jól megdolgozik a dollárokért. Ezért fizetik őket a háborúpárti kijelentésekért. Ezért sem meglepő, hogy sorra születnek ilyen és ehhez hasonló nyilatkozatok Brüsszelben és a magyarországi baloldalon is. Ukraine will prevail and that Europe will stand with Ukraine every step of the way. Hát ebből csak egy Gyurcsány volt furcsa, többi az viszonylag egyetértettem vele. Jó, konzervatív seregszemle Budapesten áprilisban. Oké, még kire költünk? Még Deák Dániel, öreg Deák Dániát még megnézzük, jó? Itt az öreg Deák Dani haverom. Ó, egynapos poszt. Nem, ez mi? Üdvözlök mindenkit, ez a szokásos videó elemzésem, ezúttal nem pénteken, hanem most csütörtökön, hiszen holnap március 15-e van, és egy kicsit előzetesen arról is szeretnék beszélni, és hát természetesen... 100 like, ezt szerintem nem hirdették. Élőben volt öreg Deák Dani. 500-an megnézték egy nap alatt ezt a videót, majdnem 600-an. Látom, sok embert érdekel Deák Dani, hogyha nincs pénzzel hirdetve. Oké, nincs ami összevágott. Egy baj van az új Petőfi filmben, Noár nincs benne. De bazdmeg, ő benne volt a Hadikban is, szóval ezt nem tudom, miért pont a Noárt hozzák fel. Most jól megkritizálom, de most miért van az, hogy valamit Rákai Filipek csinálnak, még meg lehet kritizálni, nem? Még lehet azt mondani, hogy mi nem tetszik. Szóval lehet, hogy kurva jó tényleg, de az, hogy már meg se nézed, és már azon hápogsz, hogy nem kritizálhatod, mert az biztos csak amiatt van, mert hazáruló vagy. Ez kicsit furcsa nekem. Ingyenes lesz a jogosítvány a középiskolásoknak. Ír egyet a filmről. Most vagy soha. Jó, nyomatják. Most vagy soha. Hát nyilván tök jó. Találkozunk a Nemzeti Múzeumnál. Mi lesz ott?
békemenet most nem lesz. Aloldal tűzszünet Ukrajnában, Szijjártó bekérte. De csak rá akartam nézni, hogy mik jöhetnek szembe Facebookon. Ezt akkor megnéztük. Este meg a kúrej, ami velősebb tévéműsort nézzük meg. Van mit? Sajnos sose fogy el ez, pedig már tegnap belefáradtam. De most vagyunk a felénél, úgyhogy... te jó, a Istenem, Istenem! Csütörtök este van. Akartam ilyet, hogy nem tudom, a Duna TV híradóját megnézem. De hát, hogy csak én vagyok hülye, de így a média klikken így nem nagyon találtam. M1, M2, M3, M4 Sport, M4 Sport Plus, M5. Duna TV, Duna World, úgyhogy egy ennyibe kerül, de hogy így a Duna TV-nek is van híradója, nem láttam, hogy külön felrakták volna. Vagy a rádió híradót se tudtam itt visszahallgatni. A híradó, akkor az M1-et nézd, azt szeretnék szerintem. Most akkor gondoltam, még ránézek pár újságra. Nézzük a Borsonline, az is említek államközeli. Oscar D, harmadikáról GVM. Ezek a főtegek, jó. Szent Királyi lesz a főpolgármester, erről már lehetett hallani pletykákat, még ez addig úgyis ezerszer ki lesz beszélve, mire kijön ez a videó, de szerintem itt elengedték Budapestet amúgy. Úgy láttam, hogy Gyurcsány Ferencről is van egy cikk. T. Dani, pont most néztem vissza edzés közben a T. Dani-s videót, néztem, mit műveltek a csokkerrel. Érdekes, amikor a Organizében volt, arról nem cikkeztek, de úgy látszik, hogy itt igen. Beköltözött Hajdú Péterhez, volt 25 ezer forint a számlán, mivel mindent elszórtam. Hát amúgy a Covid alatt nekem is megszűnt a melóm, úgyhogy ezt át tudom élni, milyen, amikor az utolsó pénzed is elfogy. Jó, na, Kocsis Máté, Gyurcsány ember és Karácsony a hídpénz botránnyal is csődbe vitték Budapestet. Gyurcsánynak miközben a hídpénz botrány, Karácsonnyal mindig össze kell kötni. Ma már mindenki látja, hogy Gyurcsány emberei és Karácsony csődbe vitték az ország leggazdagabb önkormányzatát. Hídpénz botrány, adománygyűjtő ládák, fekete dollárokkal, csúszópénznek és pénzmosás. Gyurcsány úr, jól ismerjük már sok évtizedes kommunista trükkét, mindig azzal vádolják az ellenfeléket, amit saját maguk követnek el. Ilyen ironikus, nem? A kétségbeesett fenyegetőzés helyett inkább mosdassa le már az elítélt beosztottját Varjú és Fekete Győrt. Amúgy azt nem tudom, hogy csődbe vitték a Budapestet, erre nem tudok. Nyilván szarul állnak, de azt ugye van azért volt a Fidesznek is beleszólása, hogy elvették az önkormányzatoktól egy csomó forrás, meg döntési lehetőséget, meg ilyenek. Ezt úgy látszik, itt nem említi. Amúgy a Bors az nem egy ilyen bulvárlap. Nem rémasztó, hogy itt is Gyurcsány, Soros és a Fidesz van a címlapon. Pont azt gondolom, hogy legalább a Bors maradjon meg annak a trashnek, aminek szánták, bulvárnak, és még itt is ez meg. Mert érdekes, hogy pont amikor kirakták, hogy Szent Királyi Alexandr lesz a Fidesz jelöltje Budapesten, rögtön jött egy hír, ami nem tudom mennyire aktuális, Kocsis Máté bedobta, gondolom, hogy mindenhol idézhessék, hogy Karácsony és Gyurcsány meg tönkretette Budapestet, hogy rögtön lássa az egyszerűen, mert milyen szimpatikus, mondjuk nem tudom, Szent Királyi Alexandráról szép nő, azért ennél lett volna, amúgy szerintem előnyösebb ki. Na mindegy, nem titok többé, Soros fizette a baloldal kampányát, főleg tőle jöttek a guruló dollárok. Egyre kínosabb rejtegetni Soros szerepét, nyitva hagyhatta a pénzcsapokat egy spekuláns. Ez mi az a hirdetés, ha mindig előjön, ezt hagyd nézzem már, meg állami ünnepséget hirdetnek. Nekünk, magyaroknak a szabadságot sosem adják ingyen. Mindig meg kell küzdenünk érte. Emlékezzünk közösen 1848 hőseire, március 15-én. 10 óra 30-tól díszünnepség kezdődik a Nemzeti Múzeumnál. Beszédet mond Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Mindenkit szeretettel várunk. A mindenkit szeretettel várunk túlzás, mert ilyen regisztrációs volt, és mi elkaptuk a linket rá, és onnantól kezdve már nem is ért a regisztráció. Ezt azért meghirdették, gyerekek. Majdnem 1 millióan látták 6 nap alatt. 254 like van rajta. Ez első 10 perc egy videónkon. Gondolom, ez most mindenütt földobja a hirdetésnek. Arra is jól jön, hogy mondjuk a Borsnak is most fizethetnek egy csomó pénzt arra hivatkozva, hogy ezt hirdesse. Szex az unokatestvéremmel izgalmas volt, egészen, de még túl messzire nem ment. Bors azért itt volt egy éles váltás, bazen. Megdöbbentő eset miatt kért tanácsot a szakértőtől. Ez vajon mi lehet? Vagy ez egy másik borscikre hivatkozik, ami meg elkezd majd hivatkozni, egy gondolom valami kitalált Reddit sztori lesz. A szex az unokatestvéremmel izgalmas volt, amíg be nem volt egy szerelmes belé. Most pánikba estem, mert azt hittem, hogy csak egy kis szórakozás volt. Én nem akarok kapcsolatot, és félek, hogy szétúzza a családomat. Én 23 éves vagyok, ő pedig 21. Az apám az anyja testvére. Igen, ez az unokatestvéremnél már sejtettük, hogy valamilyen lesz. Jó, hát ezt majd biztos meg fogják filmesíteni Rokkóék, bár már megvan filmesítve, szerintem ezerszer. Oké, rengetegen voltak kíváncsiak a Most vagy Soha című filmre. Azt mondják, hogy nagyon sokan megnézték. Jó, hát itt viszont nem érnek számára.
számokat, pedig rengetegen voltak kíváncsiak, akkor legalább megíratnák a cikkbe, hogy mire alapoznák ezt. Mert biztos, csak megíratnák, hogy ennyien vettek egyet az első nap meg ilyenek. Mert az, hogy egy díszpremiéren sokan voltak, díszpremiéreken mindig sokan vannak. Földön kívüli anyagot találtak a 3000 éves aranykincsben. Meteorit savat használtak. Arra utalnak az adatok, hogy meteorit vasat használtak. Jó, hát azért Földön nagyon sok dolog jött meteorokból. Kicsit úgy érzem, hogy klikbétáltad. Tündér szépek, idén 18 és 35 év közötti hölgyek nevezhetnek a megmérettetésre. Szevasz. Ő Szabó Orsi, ugye? Szerintem ő van? Felismerem. Aztán második lett a Miss Hungarin. Ott volt az egyik közönség találkozónkon, tök jó fej volt. Azóta a Bandé klipében is láttam. Brutálisan összevertek valakit. Hát itt az elején vannak a propagandák, itt lenne már a szokásos bulvár megy, ahogy nézem. Átadták a Kossuth és Széchenyi díjakat, mutatjuk a neveket. Na végre. Kicsit hiányolok még itt valakit. Azt hittem, hogy Győzike és Kossuth díjat fog kapni idén, de még nem tartunk ott. Van a másik újság, a Metropol, az is eléggé ontja magából a szart amúgy, mikor kell, és ingyen osztogatják, ugye. Szentkirályi Alexandra főpolgármester jelölt, akkor nyilván az van egy Gyurcsány Ferences cikk, is, és még egy cikk, hogy Kocsis Máté hitpénzbotrány, oké. Okay. Na, tudod, itt is lehozták a Kocsis Máténak. Fogaljunk az Origo is lehoztam, az nem. Kezdem átlátni a Matrixot. Mit van? Jó van, akkor értem. Kocsis Máté egy Gyurcsány ember, és a karácsonyi hitpénzbotrány is csődbe vitték Budapestet, ugyanez. Kocsis Máté kírta ezt, hogy legyen valamit a Szent Király mellett, és lehozta. Magyar Nemzet is tudja, lehozta. Ott van. Kocsis Máté, Gyurcsány mindig azzal vádolják az ellenfeleket, amit saját maguk követnek el. Menjünk vissza a Metropolra. Energiaügyi miniszterrel van egy interjú, aztán NATO csapatok küldése Ukrajnába, új életet kezdhet a csepeli hajléktalan Zoltán, tortát vittünk az ország kedvenc esztereges bácsiának, hétvégén fél órát kell keringeni, karácson titokban újabb 40 parkolóhelyet számolt fel Budapesten. 40 parkolóhelyet, azt a kurva karácsony, ezt hogy képzeled? Személyesen karácsony számolta fel. Tényleg azt hiszik, hogy főpolgármester még a egyes parkolóhelyeket is ő maga számolja fel, azért ez ennél összetettebb szerintem. Mert az, hogy egy kegyelmi ügynél a miniszterelnök lehet, hogy rálátás van. Egy főpolgármester minden parkolóhelyről tud, amiből gondolom van csak 10 000. Teljes káosz a kerületben. Főpolgármester úgy szüntetett meg újabb várakozó helyeket, most várakozó helyeket vagy parkolót, hogy a helybeliek nem tudnak hol parkolni. Erre nem is járnak bringások, mondják. Persze, mert eddig nem volt bringás út, de hát lehet, hogy tényleg baj. Attól félünk, hogy legurulunk. Kiakadtak a mozgássérültek a karácsonyra az őrs miatt. Ilyet még nem láttál, körbe aszfaltozták a gazt karácsony Budapestjén. Mondom, hogyha valami jó dolog történik Budapesten, akkor nem írják oda, hogy karácsony Budapestje. A Metropolt Budapesten terjesztik, szóval valószínűleg a Metropolt igazából konkrétan arra tartják fent, hogy a karácsony szídje. Na, csak nem egy Soros György. Lehúlt a lepe, Soros György fizette a baloldal kampányát. Hol olvastam ezt? A ja, Borsban az előbb, oké. Okay. Igazából egy ilyet olvasol, Origo, Magyar Nemzet, Metropol, Bors. Nagyjából ugyanaz van mindenütt. Talán az arányok egy kicsit mások, hogy Metropol az Budapest központú, szóval a karácsony szidják többen, az Origón meg nem tudom, a Gyurcsány szidják többet, vagy nem tudom. Csak így ennyi, ilyen árnyalatnyi különbségek van, ahol más az arculat, mert más-más lap volt, ami annó szebb napokat megélt, és építettek le teljesen, ugye. A Metropol is sokkal normálisabb volt régen. Emlékszem, amikor még az Origo filmklub az fantasztikus volt még annó. És aztán szépen ezeket az oldalakat leépítették a szarba, ez nagyon szomorú, pedig volt olyan még nagyon régen, amikor néha az Origo egy minőségi lap volt, és most már nehéz elképzelni ezt az időt, nem? 2,4 millió babán segített a hősvéradó, derékfájást okozó csípőideg. 10 perces ruháim vannak, Kucsánynak kifakadt, egyre több magányos ember várja karácsonyt Kárpátalján. A karácsonyt, ja, már azt hittem, mint megint a Karácsony Gergelyben, az hadd gyerőd be ezen, behűjt engem is ez az oldal. Oké, akkor ez volt. Most itt nem műsorokat néztem este, hanem így ránéztem pár oldalra, ami még kimaradt, mert azért ez egy sokszínű piac, ez a magyar kormány közeli médiapiac, úgyhogy gondoltam ezeket is megnézzük. És érdekes azért látni pár mintát, hogy mennek végig ugyanazok a hírek. Aki ezt tényleg követné, minden hírt leírna, az biztos látna, hogy működik pontosan ez a rendszer, de valószínűleg ezt így is látjuk, nem kell ezt annyira túlelemezni. Hát holnap folytatjuk. Március 15 lesz holnap, úgyhogy biztos a következő 3 nap még lesznek érdekes hírek. A Carcharodontosaurus hosszúsága 13 méter volt, súlya 15 tonna. Hasonló termetű volt, mint a tére. Á, bocs. Már itt vagytok.
Na szóval akkor folytassuk is ezt a csodálatos utazásunkat, ami az minden nap egyel kevesebb kedvem van. 15-e van, mindenki otthon pihen, ilyen dolgokat nézek, ahelyett, hogy mondjuk a PS-t benyomjam, és végre végigvinnék egy játékot, amit már nem sikerült szerintem 3 éve. Viszont akkor azt mondom, hogy szimuláljuk azt, hogy én most otthon ülök és nyomkodom a tévét, arra gondoltam. Mondjuk a Hír TV-t, ott szoktak műsorok lenni, klasszik TV előfizetés itt nincs. A Hír TV kb. Minden műsort felrakja, utána YouTube-ra szól, az ilyen szinten igazából teljesen jól elérhető. Nézzük, tévézzünk egy kicsit. Szentkirályi Alexandra jelölése. Ezt remélem kinemzi jól a Dágdani. Jelölést az, ahogy itt hallhattuk a kormánypárti politikusoktól, hogy üdvözlik ezt a kérdést. Mennyi borsot törhet Karácsony Gergely óra alá? Hát régóta várta már azért a jobboldali szavazótábor, hogy a Fidesz nevezzen meg egy főpolgármester jelöltet, most ez megtörtént, és ugye Szentkirályi Alexandra főpolgármester helyettesként rendelkezik budapesti városvezetési tapasztalattal. Nagyon fontos szempont szerintem, hogy Tarlós István korábbi főpolgármester teljes melszélességgel kiáll mellette, ugye azt mondta, hogy ő nagyon nagy mértékben támogatja, sőt egyébként már évekkel korábban azt mondta, hogy ő az utódjaként Szentkirályi Alexandrát tudná elképzelni. Ezzel szemben ott van Karácsony Gergely, aki egyébként nem budapesti születésű, emellett ugye... Ez olyan fontos, hogy ki milyen születésű. Tudjuk, hogy a különféle diplomáciai formákat nehezen tudja kihasználni ugye a nyelv problémák miatt, tehát nagyon sok hátrányos tényező van a két jelöltnek a minősége, tehetsége és képessége között. Szerintem ebből a szempontból Szentkirályi Alexandra egy igen versenyképes jelölt. Reagált Karácsony Gergely is a jelöltségre, azt mondta, hogy nem a kormány szóvivőjének kell lenni, hanem a budapestiek szóvivőjének. Elég erőtlen ez a válasz. Mire következtet ebből? Ezt kedvencem, ez a műsorvezető. Többször volt ilyen híres sajtót bejáró interjúi. Erőtlen válasz, és ha megnézzük az interakciókat, nagyon alacsony volt. Tehát nagyjából 200 like született erre a posztjára Karácsony Gergelynek. Még a rajongók sem. Még a rajongó is sem nagyon. Érdekes, megafonnal ez nem vicces. Ezt mondjuk, akkor mindig legyintenek. Öreg Karácsony, 555. Ez tényleg nem sok. Örülök, hogy a Deák ezt hozza fel, mert akkor ezek szerint ez mostantól, hogy kinek hányan lájkolnak egy posztját, az azt jelenti, hogy mennyire van igaza, nem? Érdekes nekem, ez a Szentkirályt próbálják eladni, de azért én nekem az az érzésem, hogy ezzel tényleg kicsit elengedték Budapestet így. Jó, jelölünk valakit, mert muszáj, de amúgy hagyják a bal oldalnak. A Szentkirályi Alexandra egy olyan jelölt, aki komoly kockázatot jelent számára. Az hozzám eljutott információk, folyósói pletykák szerint egyébként Karácsony Gergelynek a belső mérései is azt mutatják, hogy a lehetséges felhozatal közül Szentkirályi Alexandra... Folyosan erre hivatkozik Dágdani, a híres politikai elemző. Nyomjunk egy kicsit tovább. Tisztelettel felkérem Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Majdnem annyira vannak, mint a Hősök terén volt. Sikerült mindenkit felbuszoztatni, azt láttam, én nyilatkozott Pécsen. 14-én volt az ünnepség, és mondta ott a nő, hogy hát majd holnap buszoztatják fel Budapestre az embereket. Lehet, hogy ez még nagyobb elköteleződés, hogy budapestiként kimenni egy tüntetésre, de azt, hogy valaki felbuszozik ezért. Tisztelt ünneplők! Magyarok szerte a nagyvilágban! Hölgyeim és uraim! 1848. márciusában Európa lángokban állt. Vér folyt a fővárosok utcáin. Mit csináltak a magyarok? Verset írtunk. 12 pontot szerkesztettünk. Átsétáltunk Pestről Budára. Az volt az első békemenetünk. Petőfi igazából már az Orbánért békemenetelt, azért az erős kezdés. Puskalövés nélkül kiszabadítottuk a politikai foglyokat. Színházba mentünk, nemzeti darabot néztünk, a szünetben nemzeti dalt énekeltünk, és estére győztünk. Napra pontosan, 9 hónapra rá megszületett Petőfi Zoltán. Elkis pimasz. A filmben miért nem ilyen pontosan volt bemutatva ez? A mai nyugati világ azt hirdeti, hogy az emberi élet, de legalábbis a politika... Hogy lehet már is egy nyugati világ? Nem arról kéne szólni a március 17-e beszédnek, hogy összetartozás haza, együtt ünnepülünk, az már nyugati világban az. A élet legfontosabb kérdése, hogy milyen világot hagyunk a gyermekeinkre.
Micsoda kolosszális tévedés! Ugyanis a dolog éppen fordítva áll. Nem az a kérdés, hogy milyen világot hagyunk a gyerekeinkre, hanem az, hogy milyen gyerekeket hagyunk a világra. Rendben van, mint fordulat, de amúgy fordítva is működik, és úgy is megtapsolták volna. Például bántalmazott és bántalmazásában magára hagyott gyerekeket hagyunk a világra. Azzal nincs gond? Pitya. Ezért cikket szokták reklámozni a Hír TV. Egyértelmű. Március 15-ére is erről kell szólni, ott a kokárdában erről kell beszélni. Itthatóan Soros állhatott a guruló dollárok és mögött. És ez 14-i. Nyomásgyakorlás. Megszavazta az Európai Parlament a brüsszeli cenzúra törvényt. Bagoly mondja, pikáns videók készültek a DK-hoz köthető. Ugyanez volt. Tőgyermektáborban. Pont ugyanezek. Ezeket már vágom, már unom is. Hogy új baloldali nyelven úgy tűnik, hogy a mikro 4 milliárdot jelent, az adományozó magánszemély pedig fél amerikai tőzsdespekulást. M. Kovács Robert vagyok, és már is mutatom, kikkel beszélgetünk elsőként arról, vajon meddig eteti még a dollár baloldal a közvéleményt ezzel. De keci unalmas, bazd. Tényleg csak arra elég, hogy a meglévő szavazóikat hergeljék. Ki nem unja ezt rögtön a halálra, hogy ezt látja. Annyira keci unalmas. Pedig én csak pár napja nézem ezt, de ugyanazok a témák. Mindnyájunknak eszébe jut az az ember, akkor megkapjuk a túloldali kollégáktól, újságíróktól, hogy nekünk nincs más narratívánk, csak gyújt. Főmunkatárs. Ez a neve. Az, hogy valaki egy főmunkatárs. Ő műsorvezető, nem? Te mit dolgozol a cégnél? Munkatárs vagyok. Nagyon meguntam. Ezeket a modoros, maníros ünnepélyeket, ahol senki nem akarott lenni. Maguknak szól. Senki sem elé azt mondani, hogy ez fia gyerek, ez senkit nem érdekel. De hogyha bár kritikával életné ezt, akkor már hazáruló. Inkább mindenki ott vigyázban áll 10 percig, felvonják az ászlót, és akkor most kurva magyarok lettünk tőle. Ott hozzák az ászlót. Lehet, én büdös lipsi vagyok, lehet, hogy nem vagyok elég magyar, hogy ezt megértsem, hogy ettől. Most nagyon már a velésemnek kéne, hogy legyen. Ott megy az ászló, az. Jaj, nem állok fel, hogy Snowball is baj lesz, hogy inkább menjünk tovább. Mécs Károly színésztegenda, aki már itt van velünk a Pilvax kávéházban. Baradlai Richárd a Kőszű emberfiaiból. Ez volt az egyik legendás szerepe, és ugye 1848. március 15-ét idézzük meg. Jó napot kívánok, művész úr! És itt van továbbra is a stúdióban Rákai Filippa, most vagy soha kreatív producere, forgatókönyvírója. És egyben egy nagy rajongó, mert egész gyerekkorunkban mindenki azon versenyzett a baráti körben, hogy ki akar. Legalább a helyszíntök jó. Baradlai Richárd, vagy épp Jenő, vagy Ödön lenni. Én mindig Richárd szerettem volna egy kicsit, de sose jött össze. Kacsi bátyám, megtisztelő, hogy itt ülhetek veled. Igen, én meg örülök annak, hogy azzal az emberrel ülhetek együtt, aki annak idején földolgozta az egész második világháborút, és nem is akár, hogy és ilyen minőségben. Köszönöm. Yeah, ez még egy érdekes műsor is lehet. Látszik a Rákai Filippa is, ugye ezt az ember tiszteli, ez rendben van. Végre van, ezt meg is nézni. De még azt akartam megnézni, hogy a MediaClicken, ha most élőbe, most épp mi megy élőbe, kíváncsi vagyok. El kell foglalni Brüsszelt, tette hozzá a miniszterelnök. Brüsszeli járszalag, vagy magyar szabadság? Ez megy az a kérdés. Háború, vagy béke? Kiállsz a hazádért, vagy inkább idegenek kenyerét eszed? A kormányfő hangsúlyozta, 1848-ban megálltunk Svehátnál, most nem tesszük. Most Brüsszelig fogunk menetelni, és mi magunk fogjuk megcsinálni a változást az Európai Unióban. Ezzel sok járókerettel nem biztos, hogy eljutnak Brüsszelig, hogyha sétálni akarnak. És ráadásul háborúba vigyék egész Európát, mondta Orbán Viktor. Ugyanezt a propagandát mondta föl Orbán a ünnepi beszédében, és nem néztem az egészet végig, de hát itt van az ízelítő belőle. Parlamenti adás. Mi ez a zene? Van parlamenti adás. Rádió. És ez a zene olyan, mint telefonos ügyfélszolgálatnál, csak várok, hogy újra parlamentben megbeszéljük a dolgokat, ami még lehet, hogy hetek. A Palóc Múzeum ajtaja nyitva van, és többféle ingyenes programmal várják az érdeklődőket. Ma egy családi napot hirdettünk a múzeumban, sikerült megszólalni. Valami, ami nem propaganda. De megtalálhatóak itt Pósa Lajos elismerő oklevelei és a költő életének eseményeiről tanúskodó dokumentumok is. A gyerekeknek azért fontos ezt megismerni, hiszen ők is környezik.
környékbeliek, és ezért fontos ápolnunk az hagyományainkat. A Duna TV az olyannak tűnik, mint a Forma 1, hogy családi ebéd után jobb a kajába, kanapén benyomod, és mint a pintyú ugyanaz. Szóval jó, a Forma 1 olyan szinte jó, hogy van az a duruzsolás folyamatosan, és akkor az még segít ilyen fehér zajként. Ez a Duna TV is biztos jó, biztos valakit érdekel. Na, ezt nem tudom elképzelni, hogy ezt szívesen nézzem, de el tudom ismerni, hogy nem feltétlenül fontos, hogy az én érdeklődési körömet fedje le minden. Duna TV ez teljesen más korosztálynak szól, akik lehet ez érdekes. Ezzel így nincs bajom. Kérdezzük, hogy mennyien nézik ezt a Duna TV-t. Búcsa Lajos pályájában az 1889-es esztendő mérföldkőnek számít. Ekkor jelent meg ugyanis az Én újságom című lap, amit haláláig ő szerkesztett. A 6-10 éves korosztálynak szóló képes gyermeklap az első ilyen jellegű kiadvány volt a történelmi Magyarországon. Az a tapasztalatunk, hogy egyre jobban ismerik a neve, egyre több embernek mond valamit. Pósa Lajos, nem annyira ismerem, de ez üdítő most ezt hallgatni a propagandáját. Ugyanúgy nem az én stílusom, de ezt még azt mondom, hogy rendben. Ezt egy kereskedelmi tévéről sose fog riportot csinálni, vagy ritkán, mert ez egy réteget érdekel csak, ami nem tudja fenntartani a tévét. Úgyhogy erre viszont tényleg jó egy ilyen Duna TV, főleg, hogyha mondjuk ezeket elérhetővé teszik. Nyilván az, hogy ez a nyelvezet, ez a híradós nyelvezet, ez elriaszt mindenkit, aki egy kicsit is nem nyugdíjas. Szóval, hogyha tényleg az a cél, mint amit mondták, hogy fiatalokhoz eljutni, akkor ez nem fog segíteni, hogy a Duna TV-ben volt erről egy ilyen öreges riport. Hát még így legalább nem propaganda van, és érdekes. Ez így ilyen szinten a nyelvezet alapul az egész, valószínűleg 10 ember se érdekel, de ezt jobban meg tudom érteni, hogy ezt miért az adófizetők pénzéből ilyen kulturális dolog. Ezt jobban értem, sokkal jobban értem. Itt legalább nem az egymás elosztítás, mert hanem valami közös kultúra, itt meg főleg ugye ilyen külföldi magyarok lakta helyeken sokat van a Duna TV, ez sokkal korrektebb szerintem. Azon kívül, hogy ennyi pénzből sokkal jobban lehetne szerintem, sokkal érdekesebben. Maga az alapja szerintem nem olyan szörnyű. Munkaszünetű nap, ebéd utáni TV kapcsolgatását láthattuk hamarosan. Folytatjuk. Szóval elmentem a boltba, vettem újságokat, de sajnos nem találtam annyit, amit szeretnék. Alig van kormánypárti nyomzatot. Azt hittem, hogy már hétvégén jelennek meg ezek a dolgok, de se riposztot nem találtam, aztán kiderült, hogy ez keddenként jelenik meg. Mandinert se találtam, amit csütörtökön jelenik meg, szóval azért szombaton azért lehetne a boltba, lehet mindent elkapkodják. De azért találtam például egy Magyar Nemzetet. Tegnap azért eseménydús nap volt, hogy kíváncsiak mit hoztak ki belőle. Orbán Viktor. Dönteni kell, háború vagy béke. 10 000-es tömeg előtt beszélt a miniszterelnök a Magyar Nemzeti Múzeumnál. Orbán Viktor szerint nem mindegy, hogy egész nap csak követtör az ember, vagy katedrálist épít. Oké, ez a vezércikk. Aztán jelentős hátszert kapott az EU bővítése, ez van még a címoldalon, meg az, hogy Szentkirályi küzd Budapestért. Putyin toronnyi magasan esélyes az orosz elnök választáson. Micsoda meglepetés, mivel az egész ellenzéket szétcseszte, vagy börtönbe rakta. Olimpiai érem az álma a sportlövőn. Jó? Na nézzük. Tömegek a nemzeti ünnepen, politikai rendezvények és kulturális programok parlament előtt ugye felhúztak az a zászlót, erről van egy cikk, az nagyon jó volt. Dajs Tamás nyilatkozik, Kocsis Tamás nyilatkozik, Simicskó nyilatkozik. Kudarcba fulladt a baloldal emlékezése. Többen jelentek meg Magyar Péternél, mint Karácsony Gergelynél. De akkor miért nem ír a Magyar Péteres, hogyha azon olyan sokan voltak? Arról egy kép nincs. Na, Szentkirályi Alexandra Fidesz KDNP jelöltje. Nézzük, ez egy véleménycikk, itt vagy egy glossza, vagy mi ez itt az oldalán? A közös eskü olyan katarzis és valóságos lelki újjászületést hozó élmény volt 1848. március 15-én, amely a március ifjaknak élükön Petőfivel köszönhetően mélyen beágyazott, beépült a magyar nemzettudatba. Ez tök jó kis megemlékezés, 48-ról várjunk. Következő mondat. Mint Orbán Viktor fogalmazott az ünnepi beszédében, nem az a legfontosabb kérdés, hogy milyen világot hagyunk a gyerekeinkre, hanem az, hogy milyen gyerekeket hagyunk a világra. Március ifjak szülei tudták, hogy a haza csak addig van, amíg van, aki szeresse. A magyar hazát szívek ereje tartja fönt, ezt tesz bennünket különlegessé, mondta Orbán, aztán folyamatosan uszított mindenki ellen, azt már nincs odaírva. Igaza van a miniszterelnöknek, mert a 48-49 óta követő 7-8 nemzedék derék, szabadszemű és a hazaikat szerető gyerekeket hagyott a világra. Ezért élhetünk, megfogyva vár, de törve nem, ma is a hazában. Adj erőt. Orbán Viktorról van innentől szó. Ez a brüsszeli borodalomra is érvényes, hangsúlyozta Orbán Viktor. Brüsszel becsapott minket, ideje, hogy fellázadjunk, béketeremtők, ugye? Ahogy 1848-ban, úgy 2024-ben is itt
itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk vagy szabadok, ez a kérdés választható. Valójában minden nap választunk, de vannak kiemelt sorsfordító alkalmak, amikor a létünk a tét. Ilyen alkalom legközelebb június 9-e lesz, mert az európai parlamenti választáson dönteni kell, hogy követtörsz vagy katedrálist építesz. Brüsszeli járszalag vagy magyar szabadság, háború vagy béke. 85 nap múlva is jusson eszünkbe a tegnapi nap örök üzenete. Hát de bazzeg, önként vagyunk az Unióba, érted? Hogyha annyira szörnyű lenne itt, mint ahogy írják, ami ellen lázadni kell, akkor miért nem kilépünk? Na vajon miért nem? Orbán Viktor háború vagy béke, ja, le van írva az egész beszéd az Orbánnak. Ez korrekt. Nem is szarakodtak az egy közvetítés, csak leírták az egész Orbán beszédet. Itt baszakodjanak. Hát annál szebben úgyse tud senki fogalmazni. Putyin maradhat az elnök? Nincs olyan ellenzéki személyiség, aki rá is kívó lehetne. Hát erről tett mondjuk Putyin és arra nem érnek, ugye? Nincsen olyan karizmatikus ellenzéki személyiség, aki reális ellenfele lehetne a jelenlegi államfőnek. Ez mennyire cinikus gecinek kell, hogy ezt leírjad. Akkor moshat meg az egyik, és arról is Putyin tett. Meg esnek ki folyamatosan a ablakon az emberek. Zseniális bazdmeg. Közvélemény kutatások szerint a rosszok többsége Putyin támogatja. Merjen is más mondani, ugye? Azért ez elképesztő, ez a kritika nélküliség. Macron Moszkva ellen vezetni Európát. Na nézzük, mi van. Bővülés küszöbén áll az EU. Már minden adottá vált, hogy a csatlakozási folyamat felgyorsul. Súlyon. Miért hanyatlik a kereszténység? Micsoda bevállalós cikk? Egyre többen keresik újra a spiritualitást, az önmagukon túlmutató célokat. Az ateisták keresztény jelenesek egyik kedvenc érve, hogy ebből milyen kevesen járnak templomban, vagy élnek aktív hívőként valóban. De a statisztika nem a megélt hit mélységről szól, hanem a feledkezeti hovatartozásról, ami nem csak hitet jelent, hanem a kulturális determinációt is. Óriási ego dolgozik a nyugati emberben, ami távol tartja őt Istentől, miközben pont ezért is kellene közelednie hozzá, hogy féken tudja tartani saját önpusztító egóját. De mivel távolodik Istentől, ezért egyre csak nő az egója, amitől még jobban távolodik Istentől ördögi kör. Szó szerint. Bárki képes megtörni magában ezt az ördögi kört, ha keresi Krisztust. És nem is olyan nehéz megtalálni. Az én magam módján hiszek, egyedül is felérek Istenhez, veszélyesen becsapás. És ugyanúgy az ego útja. Keressük bátran a keresztény gyülekezeteket, akik segítenek minket az úton. Az elvilágiasodás ellenére nagyon sok ilyen létezik. Kiki habitusa szerint megtalálhatja bármelyikben Jézust. Az sem mindegy, hogy hogy hisz az ember. Jeszenszky Zsolt érte ezt. Nem tudtam, hogy ő ekkora hívő bazen. Így ahogy olvastam, nem a Jeszenszky Zsolt képe ugrott be elé. Úgy látszik, hogy a Jeszi az íróként is kiváló. Viszont olvasói levél van, Karácsony Gergelyről nyilván. Karácsony Gergely vételára a lóvásáron. Kibuktatják is, épített új karriert. Lehet angol nyelvtanár, oktathat forgalomszervezést, szalombiciklizést, nyithat autóiskolát, vállalkozhat még legelő karbantartásra, vagy adhat személyes tanácsot arra, hogy egy puszedli huszár lovából hogyan legyen versenyló. Sok sikert! Ez olvasói levél. Gondolom. Nem kell tartanunk Trumptól. Az excellent rámás megszólása mögött gyakran helyes döntések húzódnak meg. Meleg éghajlatra küldte az MCC tanára a francia elnököt. Kinek nem tetszik a különadó? Lapunk azt igyekezett kideríteni, hogy mindegyik hazai élelmiszer múlti Brüsszelbe mente. Több mint 1 millió otthon továbbra sincs biztosítva. A 3 éves mélyponton a lengyel infláció. Elemzők 3,2%-os éves inflációra számítottak februárban. Hát ez Magyarország is mesélhetne, hogy nálunk ez lenne a mélypont, az milyen jó lenne, nem? Nőtt tavaly Románia GDP arányos államadósága, kamastok kivezetésével sem emelkedik a cégek törlesztő részlet. Jókora meglepetés az év elején az építőipartól. Meghaladta a tavalyit. Oké. Amikor egy szikra tűzbészt okozt. A film, amit csak azért is le fognak húzni, pedig nem kellene. Bemutatták a Magyar Filmintézet támogatása megvalósult Petőfi filmet. A Most vagy Soha kapcsán már számos interjút közöltünk, de most nézzük meg, milyen lett maga az alkotás. Érheti, valószínűleg érni is fogja a filmet számos kifogás, de összességében azt mondhatjuk, érdemes úgy szemlélni a Most vagy Soha-t, mint aminek szánták az alkotók. Történelmi kalandfilmként. Erősen merít a történelmi eseményekből, de dramaturgiai szempontokat kielégítve vegyíti az akciót fikciós cselekményszálakkal. Egy napra összpontosít, bár a játékidő ennek ellenére lehetne egy kicsit rövidebb, annak érdekében, hogy feszesebbé váljon a cselekmény. Mindent összevetve megéri adni egy esélyt a filmnek, de ha felsoroltak miatt nem, akkor azért, mert ebben a témában ilyen apparátussal nem készült még film 1848-as forradalom és szabadságharc kitöréséről. És ez mi? Ez egy melléklet, hétvégi melléklet. Lugas. Közös jövő. Mit kíván a magyar nemzet? Szól a 12 pont első mondata, de hogy egész pontosan mi a magyar nemzet, nem, nem, nem. Hobo interjú, fél, ez korrekt, nem?
ördögi ötlet. Történelem, a CIA segítségével indultott újra a drogkereskedelem a háború után. Torz orosz tükör. Putyin az 5. elnöki cukrésáért fut versenyt önmagával. A kérdés az, hogy Nyugat a valós Oroszországot akarja látni, vagy egy általa vágyottat nézeget a torz tükrében. Kunsági puszták fiai. Simogató konzervnyitó. Macska kávézó Londonban. Nézzük meg még ezt a demokratát, is sikerült megmondanom, ilyen is volt, demokrata. Nézzük, mi van a címlapon. Tisztul az egészségügy. Takács Péter kemény munkával sikerült megszabadulni a pénzszivattyúktól. Egy csodálatos barátság kezdete, Orbán Trump találkozó, tovább a kínai úton, csillagporos történetek. Na nézzük, demokrata. Öreg Bencsik írta itt a izét. Ugye eltartják ezeket az embereket. Hát a Jeszi is a Nemzetbe ír, aztán műsora van, nem tudom, a Hír TV-n. Bencsiknek is a Hír TV-n, a műsorban, közben a Demokratában akkor írogat. Bencsik András a főszerkesztő a Demokratának. A magyar Demokratának. És ő a nagy Putyin mániás. Mivel kezd a Bencsik, mint főszerkesztő? Soha ne érjen ide ez a borzalom. Az embernek összeszorul a gyomra, egyszerre fogja el a rémület, az undor és a dű. Ilyennek nem szabad megtörténni, de megtörtént. Amerikában, Missouri államban egy mázsás néger lány, én csak idézem, aki úgy néz ki, mint egy túlsúlyos pankrátor, váratlanul nekirönt az út közepén álló fekete diákok közötti egyetlen fehér lánynak, hatalmas ütéssel a földre teríti, majd ráugrik, és a fejét kegyetlen brutális mozdulatokkal betonba veri. Egymás után többször is. A faszomról beszél. Azt értem, ez rossz. Iskolások verekednek. Fekete lányt persze letartóztatta a rendőrség. De ne legyenek illúziónk. Oda hát nem úgy mennek a dolgok, mint nálunk. Ott vokkultusz van és BLM mágia. Majd kiderítik, hogy a fehér lány megalázó kijelentést tett a fekete baromra, aki lelki fájdalommal verte kis ilyen nagyon a fehér iskolatársát. Bencsik, ne csináljuk, mint hogyha a rendőrök Amerikában a feketéknek kedveznének. Ilyen baromságot életemben nem adtam, és elkezdi a Bencsik, hogy a rendőrök Amerikában a feketéknek kedveznek. Adj erőt. Ezt már csak a Bencsik rakja hozzá, mert le lett tartóztatva a lány, de Bencsik már előre tudja, hogy mi lesz. Még egyszer, a filmben egyetlen fehér van a sok néger között. Folyamatosan négerezik. Oké. Okay. Két lőn megbűnhődött azért, mert miért is? Tud erre valaki értelmes választ adni? Hát az nem tudom, a videón meg kéne nézni. Nem mondom, hogy megérdemelte, de hát most, most a Bencsiktől valami kontextust az hiába várom. Mobiltelefonnal felvett rövid film, azért ez túlzás. Javaslom mindenkinek, az, aki bizonyítékot keres arra, hogy az erőltetett migráció milyen kívánt következményekkel, hogy nézze meg ezt a pár perces filmet, majd gondolkozzon el azon, hogy a türelemre, megértésre, az agresszió elutasítására és nem kevés önfeladásra kondicionált fehér európai ember gyermekeinek milyen esélyei lesznek majd egy középiskolában, ahol idővel minősített kisebbségbe kerülnek a harmadik világba, főképp Afrikából bevandoroltak gyermekeivel szemben. Ez csak egy szimpla rasszista írás. Amerikában a feketék pont annyira bevándorlók, mint a fehérek. Őslakosokon kívül a fehérek és a feketék is bevándorlók. Miről beszél? Ezért az érdekes hozzáállás, hogy Amerikában feketék is ott élnek már évszázadok óta, fehérek is, és akkor egy iskolában történik ilyen, hogy egy fekete megöl egy fehéret, valószínűleg az ellentét is megtörténik nap mint nap, meg oda-vissza mindenki verekszik az iskolába, és erre ezt sikerül leszűrni, hogy vigyázzunk, mert itt is feketék lesznek az iskolába, akkor nagyon rossz lesz a fehéreknek. Adj erőt, Bencsik, a kurva anyádat, bazdmeg. És afrikai bevándorlókkal hasonlítja össze. Ez a demokrata, ez kemény lapnak tűnik. Nem is akarok többet olvasni ebből. Bencsik Gábor is ír. Mi ez, az apja? Testvére? Oké, beiktatták Súlyog Tamást, éljen a Magyar Szabadság, Orbán Viktor Nemzeti Múzeumnál mond ünnepi beszédet, partnerség Mongóliával, pedofil botrány Újbudán, kb. Hiány fenyeget, nyilván az unió miatt, stabilizálódik a gazdaság, békepárti kormány, ugye aki előbb még szabadságharcot hirdetett Brüsszel. Itt egy eladó ingatlan a belváros 6. kerületében. Nem tudom, ki vesz ingatlant annélkül, hogy ott lenne a képe. Ennyi. Ide le van írva, hogy eladó. Jó. Tisztul az egészségügy. Hosszú évek kemény munkájával sikerült megszabadulni azoktól a magáncégektől, amelyek a pénzszivattyúként települtek a kórházakra és a szakrendelőkre a baloldali kormányok regnálás idején, ha 15 év alatt csak sikerült akkor. Takács Péter az egészségügyi államtitkár az utóbbi hónapokban zajló modernizációt szolgáló átalakításokról és az új ügyeleti rendszerről, a nővérrendszer megszüntetésre, a szakdolgozói bérekről is beszélgettünk. Arról beszélgetnek, hogy annak akarják a magánegészségügybe terelni az embereket, mert neresek most ilyen cégeket csinálnak nem véletlenül.
arról nem beszéltem, de a nagyon jól működő osztályokat tettek tönkre, az, hogy gyakorlatilag amikor dönteni kellett, akkor az új rendszernél egy csomó orvos inkább elment magámba, és ezért meglévő osztályok lenullázottak. Erről gondolom nem mesél, ez fantasztikus döntéséről. Egy csodálatos barátság kezdete Trump és Orbán. A sikeres konzervatív ország. Így méltette hazánkat a kampányban Donald Trump. Jelenleg legnépszerűbb amerikai elnöki előtt Orbán Viktorral való múlt heti találkozója nem is lehetett volna eredményesebb. Szuverenitásunk védelmében. Súlyog Tamás államfőként markásan alátámasztja majd a bel- és külpolitikát. Szuverenitásunkra majd nagyon figyel. De ezt nem ő mondja, hanem a Fritz Tamás politológus, az Alapjogokért Központ tanácsadója. Mese az elásott kislányról. Pedofil gyilkosságokról fantáziáltak a Váci baloldal politikusának kiadványában. Fú, bezzeg, ez már tényleg a hordóját kapargatják. A kormányinfó, szóval még a reklám is a kormány teszi bele. Wittner Mália életútja. Felülírni a nemzeti törvényeket. Miért akar a nyugat háborút? Ukrajna elfelejteti a német taurusokat. Tovább a kínai úton. Nyugati fejjel nehezen érthető demokrácia. Az utóbbi hetekben a világszeme Pekingre szegeződött, ahol a két ülésszak néven ismert kongresszuson kerültek napvilág a kínai gazdaság célszámai. A pekingi döntések ugyanis jelentős hatásuk lesz a világgazdaságra, mely az utóbbi években komoly nehézségeket élt meg. A demokrata munkatársa újságíróként volt jelen a Kína legfontosabb politikai eseményén. Még lehet, hogy érdekes is. Nem voltam hős, nem voltam gyáva. A Fóti plébános a Hit Pajzsadíj kitüntetettje. Támogassa a Magyar Ház Alapítványt, oké. Okay. Kis sport is belefér, csontritkulás szűrőcsomag, Magyar Alföld festő. A végén van egy kis kultúra, na, legalább ennyi. Filmpremiér, monumentális itt a Bűne második része, Bach mindenkinek, magyar siker az Oscaron, Komám asszony, hol a Stukker, hatalomgyakorlás komédia az Új Színházban, kiegyensúlyozott zenekar, a halott pénz születésnapi koncertje a Puskás Arénában. Na jó, ezek izgik voltak. Ez egy kis laza vasárnap reggeli áttekintés még. Bár szerintem vasárnap szerintem kicsit visszafogják magukat. Hétköznap megy igazán a politika minden, de azért nézzünk rá. Este lesz az igazán kemény. Úgyhogy arra gondoltam, hogy most még előtte kicsit csak így ránézek. Például Index. Olyat művelt a forint, hogy akciófilm lehetne belőle. Ez mondjuk azért szép cím. Padlógázzal hajtott a szakadék szélére a forint, mert az utolsó pillanatban satúfékezett. Így lehetne leírni a fizetőeszközünk heti teljesítményét. Már nem tudom, hogy a satúfékezés az úgy. Mi számított volna annak, hogy beesik a szakadékba. Index azért egyel okosabban tolja már. Nem csináltak belőle egy origót, néha még kritikus cikkek is megjelennek kritikus, de megjelennek olyan hírek is, amik mondjuk az ellenzékkel vagy kormányt kritizáló hírrel kapcsolatban rendesen lehozzák a dolgokat. De amikor fontos, akkor azért bedobják az Indexet is. Az egész világ Oroszországra figyel. Szerintem azt, hogy egy Oroszország választás, az sok embert nem érdekel, mert úgyis tudja mindenki, hogy ki fog nyerni. De oké, okay. Már a NATO elleni háborúra készül Oroszország, visszatér a fagy vasárnapra. Nem már, ez a legrosszabb hír eddig. Kádnyira nem először kereste fel a Bicskei áldozatot. Legalább van itt egy hír, még ha ilyen elrejtett helyen is. Kiszivárgott dokumentum szerint alaposan megágyaztak az orosz elnök választásnak. Orbán Viktornak nincs választása, de egy választással sokat nyerhet. Lehetne rosszabb is, nem? Nyilván vigyázzon, mert alattomos, de még mindig sokkal normálisabb, mint a többi. Hogyha a kormány közeli oldalak közül kell választani, akkor valószínűleg az Indexet érdemesebb olvasni, hogyha már muszáj kormány közeli oldalt olvasni, amit ugye nem muszáj. Mondjuk itt az a kultúra lovat a kedvencem, minden sorozattal és filmtől el vannak ájulva, mindig az a legjobb, azt mindenkinek muszáj megnézni, figyeljétek majd. Kitört a vulkán, figyelj, azért itt nem csak propaganda van. De akkor nézzünk rá még, csak a klasszikusokra így fussuk át, Origo. Mindenki ettől félt, itt vannak a részletek, így készül a NATO harmadik világháborúra. Origón ez a piros sáv, ez gyakorlatilag ez a harmadik világháborús szalagcímeknek van fenntartva. Macron egyre közelebb rángatja Németországot a világháborúhoz. Itt van Macron újabb örült követelőzése, oké. Okay. Miért rosszak az új amerikai filmek, apáti reagál? Mostanában azért megtolja az Origo ezeket a csatornákat, az, hogy mindig címlapon hozza le ezeket a dolgokat. Csak egy vékony szalag takarja a magyar modellmesztelen melleit, szokásos. Macron nem nyugszik, úgy látszik, ma Macron lesz az új plakátokon majd. Kiakadtak a stewardessek gyönyörű brazil szépség lengeruháján. Baloldal azért hergel a most vagy soha ellen, mert valóban fontos nemzeti értékeket képvisel. Szent Kérdé Alexander
de itt vannak a fontos hírek, félveszel foton, kocsis Lilko, az Exatlon szépsége, szexi képekkel bombázták a Next Top Model Hungary zsűriének a nők, átlátszó melltartóban utazták Jennifer Lopez, mi ott fizetnek ennek az óriási mellőszőkeségnek. Apáti megint, úgy látszik Apáti az állna az Origo címlapokon van. Kilóg a kabát alól Kim Kardashian vesztel mellé. Kis propaganda és egy kis csöcs. Biden embere, David Pressman irányítja a pedofil botrányt okozó VV Zsoltit. Hú, ebben sok minden belefért ebbe a szalag címbe. Bikinemen borozgatva siet a magyar színésznő. Boxoló akar lenni a szuper szexi ringlány, aki egyenlőre még gigantikus mellével öríti meg mindenkit. 50 kemény szexi jelentet zsúfoltak a botrányos tévésorozatban. Óriási terpezben lóg a levegőben Zimányi Linda. Messze melleit mutogatja a szexi röplabdázó. Már most óriási sikere mozikban a Most vagy Soha. A filmet látni kell fiatalnak, idősnek, mert olyan értéket közvetít, amelyek ma is érvényesek. Az Origo véleménye Most vagy Soha című filmről. Nem is az, hogy egy cikkíró véleménye, de mondjuk legalább ide van írva, hogy Németh András. De az Origo véleménye. Egész jó film, sőt csodálatos. És tudod, neked is meg kell nézned. Elképesztő munka van. Látszik, mennyire igyekeztek visszaadni, mi történhetett azon a napon. Amúgy ezt azért elég sok fikció van benne, szóval lehet, hogy igyekeztek átadni a szellemiségét, igyekeztek átadni azt, hogy izgalmas, érdekes film legyen, de nem az volt az első, hogy pontosan azt adják át, hogy mi történt. Nem tudom, hogy lehet erről a filmről normális diskurzust anélkül, hogy át legyen politizálva. Ha jót mondasz, az a baj, ha rosszat, az a baj. Most már újra rendkívüli. Fejvesztve menekülnek az ukránok. Na jó, elég is volt az Origóból. Ránézzünk még Magyar Nemzetre. Itt a bizonyíték Németország irányítja Brüsszelt. Világháború közeleg Macron megerősítette. Róma szemben megy Macron ördögi tervével. A magyaroknak, ez a felhív Fizi Félix, ez nagy kedvencünk. A magyaroknak ismét igazuk lett, itt a bizonyíték. Ja, ez megint ez Most vagy Soha felszopás. A film valódi szuperprodukció, lélegzetel állító látványvilággal, csodálatos jelmezekkel, hollywoodi akció jelenetekkel. Megint egyes szem harmadik szemében beszél magáról. Felhévízi, büszkén, elégedetten, kisimítva a kukárdáját lépett ki a moziteremből, és látva a többi néző mosolygós arcát, úgy értékelte, hogy ez eljutott az emberekhez, a film üzenete. Egy közös az Elkurtuk, a blokkád és a Most vagy Soha című film. Minden három miatt kikészült, prüszkölt a baloldal, minden rossznak gagyinak elhordta a produkciónak, de végül visszavonulót kell fújniuk, mert ezeknek a filmeknek el kell készülni. Szerintem még a Rákai Filip is kikérni magának, hogy az Elkurtukhoz hasonlítsák a Most vagy Sohát. Márki-Zay már is beállt Magyar Péter mögé. Ezt kétlen, mert külön pártba indulnak, de jó. Hajléktalanok uralják Budapest utcáit. Tarlós István és Szent Király Alexandrát javasolt a főpolgármester jelöltnek, micsoda meglepetés. Kiszámolták, mennyiből kerül az adófizetőknek az illegális migránsok eltartása. Államcsínyről álmodoznak. Magyar Nemzet az nagyon nyomja. Ő nyomja a legjobban. Nagyon jó hírt jelentett be az Agrárminisztérium. Jaj, hagyjuk már! Na, riposzt. Kőkemény üzleti érdek a háború saját földjeit befektetését védi a nyugat Ukrajnában. Szentkirályi Alexandrának reális esélye van a győzelemre, így látja Tarlós István. Jakab Péter javaslatát vette a talpra Magyar Péter. Újabb 250 millió migránsra számítanak a németek. Mégis mennek NATO csapatok Ukrajnába. Macron, ez a kedvencem, hogy riposzt az aztán patrióta bulvárlap. Valami ilyesmit olvastam, így definiálja magát. Bulvár külcsinnel mennek ugyanazok a propagandacikkek, amik az Origón vagy a Magyar Nemzeten. Szóval most jó, mondjuk Tóth Gabi, Orbán Viktor, Gáspárba, Marics Peti, Kulcsár Edina, a GV-met is láttam az előbb, ezek a tegek. Jó. Jákob Zoltán lemondott a dubai házról. Hűha. 64 éves vagyok, de évtizedekkel fiatalabbnak nézek ki. Hát ezt nem mondanám innen ebből a képről. Karácsony vagy vak, vagy ostobának tetteti magát. Démonnak hitte az 5 éves fiát az anya, ezért kellett meghalnia. És Krisztusom. Tökéletes csülkös bableves. Incsiklandó. Bors, aztán most annyit nem politizál. De itt is a hét érdekesség Szentkirályi Alexandráról, aki átvenné a csődbe vitt Budapest vezetését, oké. Okay. Fájdalmas gyászról volt édeni. Itt a bulvára él a főszerep, nem úgy, mint a riposztba, csak megvan hintve egy kis propagandával, de szerintem itt nem ez a lényeg. Mégis mennek NATO csatopatok Ukrajnába, az azért ott van. Jó, de ez így szerintem elviselhető mértékben van most a Borson. Akkor nézzük ezeket a helyi lapokat, amiből még sokkal több van, mint amiben most belenézünk. De hogy nézem, mindig van valami kis helyi dolog. Nosztalgiával emlékeznek az olvasóink a régi szép időkre, de Macron itt van. Atomfegyvereket emleget már Macron. Meg a illegális migránsokról is van itt egy cikk. Migránsokról minden nap kell egy cikk. Van azért Macron. Itt van a Szentkirályi, ez Bács-Kiskun megye. Akkor nézzük
Baranya megyét, itt is makronaton fegyver, szóval ez, vannak cikkek, amik ugyanazok. Van a minden más, hogy élelmiszerülővel, tűzifával, bútorral is támogatja a Caritas a rászorulókat. De a migránsos cikk itt is van, nyilván. Olvasóink szerint mindennél fontosabb a béke. Ugyanazok a cikkek vannak, hogy nyugat így csodolja be magát a háború, Macron, stb. Stb. A Szentkirály is itt van. Látszik, hogy mi az, amit központilag kiadnak, az ugyanaz mindenhol. A többi meg változik körülötte, itt is Macron atomfegyverek, de közben ez helyi hír a Békés megyében, hogy ezt a sodás szanazugi nyaralót akár 3 faházzal is bővítheti, de jó nekem. Itt is a migránsos cikk, szóval így vannak dolgok, amik ugyanazok. Mondom, itt is ugyanazok, ja, Macron, nyugatháború, Szentkirály, és még hogy ugyanazon a helyen is vannak amúgy. Akkor gondolom, itt is ugyanaz lesz, igen. Ez a Somogy vármegye, itt is Macron. Oké. Itt is a migránsos cikk kicsit más van, és akkor itt lesznek a ma, igen, és itt lesz a Szentkirály. Ezek fixek, itt ennek kell lennie, és kész. Trump is itt van, Amerika egyszerűleg, Donald Tusk, itt végig propaganda, hatalmas hadgyakorlat, Szijjártó mit mondott, ez mindenütt ugyanaz. Kisalföld, itt is ugyanott van a Macron cikk, itt is ugyanott van a migránsos. Úgy már látjuk, hogy mi a lényeg. Macron, itt is Szentkirály, Dél-Magyar, Csongrád Csanád vármegyei hírportál, itt is a Macron, itt is a migráns. Itt is a szokásos, minden ott van a helyén. Valami teljesen központosítva van, és akkor van pár hely, ahova meg berakhatják a helyi dolgokat. Átfúzottuk ezeket is, szerintem most vasárnap délelőtt van, úgyhogy kicsit lájtosabb a propaganda gépezet, majd hétfőn kedden újra nekiindul, de gondoltam a finálé lesz az igazi, mert a Hír TV igazán erős, igazán menő műsorai azok vasárnap este vannak, szóval még egy epikus fináléra visszatérek. Itt vagyunk vasárnap este, és végre véget ér ez a hét is. Azért bevallom, hogy nem a kedvenc projektem. Azt gondoltam, hogy ez egy kis aranyos, ilyen otthoni kis projekt lesz, amíg itthon vagyok, de azért vannak lélekem előbb dolgok, mint kormánymédiát böngészni esténként. És hát ez a vége az, hogy vasárnap este már mindenki nyugalomra vágyik, én is olvashatnék, cyberpunkozhatnék, most újra kezdtem. 2 év alatt majd lassan végigviszem, például azt is csinálhatnám, filmezhetnék. De helyett Hír TV-t fogok nézni. Én is érzem, hogy közben ezt egy csomóan várják, szórakozásból nézik, szeretik. Én nem így élem meg. De hát kezdjük el. Nyilván nem a Final Boss-szal kezdünk, de amúgy szépen itt 2 ikonikus műsor is van vasárnap este. Stílusosan pont vasárnap este van, amikor véget ér a dolog, szóval nem tökéletes amúgy. Úgyhogy kezdjük a Sajtóklubban. Öreg Bencsik! Sose láttam a Sajtóklub intróját, vagy Segnyalóklub, ugye, ismertebb nevén. Öreg Gajdics. Hát, ezek legendák mind. Bayernnek milyen cucca van az újságolvasáshoz. Milyen a neve? Olyan műveletlen gyökér vagyok, hogy tudom mi ez, de én embert nem láttam, hogy újságot olvasni, az is biztos. Jó estét kívánok, Sajtóklub, Bencsik Gáborral, Gajdics Ottóval és Néző Lászlóval. Nyilván mindenkit rettenetesen meg fogunk döbbenteni, hogy az első rész az a március 15-i miniszterelnöki beszédről fog szólni. Azt hittem, ilyen sajtóhíreket mondanak, hogy ez a öregek jól van, ez így, nem a Orbán beszédből. Mondjuk mi is megnézhetünk az Orbán beszédő részleteket, hogy a féladás erre menjen, amikor egész héten azért voltak izgi hírek. Politikai Vita műsor az a neve. Vita műsor. Most már kíméletelek titeket, itt volt 2 perc Orbán beszéd. Magyar Nemzetben ugye szó szerint le is volt az egész. Azzal engem is meglepett, miniszterelnök úr, mert még soha életemben nem jutott eszembe ennek a mondásnak, hogy milyen világot hagyunk a gyerekeinkre, ennek a pandantja, hogy milyen gyerekeket hagyunk a világra, pedig sok szempontból valóban releváns kérdés. Fantasztikus ez a műsor, ez politikai vita műsor. Meghallgatjuk az Orbán beszédet, és akkor segnyalják, hogy milyen okosat mondott a Viktor. Akik viccelnek, hogy ilyen ez a műsor, azok szurkálódnak, de tényleg ez a műsor. És egyáltalán hagyunk egy gyerekeket, mert ugye a mai nyugati világban ma már ez önmagában is kérdés. Azt ugye tudja, hogy Magyarországon a rendszerváltás óta nem született ilyen kevés gyerek. Albert Camus, a lázadó emberben azt írja, hogy mióta eszme híján és erkölcs híján tannal ajándékozta meg magát az ember, azóta egy furcsa áttétel folytán a bűn szólítja fel az erényt önigazolásra.
Hogy nem alszanak el itt a szélben? Annyira inger szegény. Amúgy a Bayer hogy lett a NER-nek a fő influencere? Lehet, hogy egyfelől azt a nyugdíjas réteget tudja megszólítani, akik a fő szavazóik. Nem érzem azt, hogy én kiemelkedő lenne. Ilyen retorikában például. Nem, mint én az lennék. Tulajdonképpen a magyar közéletben egyetlen ember van, Orbán Viktor, aki folyamatosan képes rendszert alkotni a világról, és képes egy félórás beszédben a rendszert újra és újra továbbépíteni. Épített egy nagyon primitív, hazug rendszer, gyakorlatilag a Brüsszel és a migránsok a rendszernek a alappillérei, meg ezek. Brüsszel elleni szabadságharc mindig ez súlykolja, attól még nem lesz ez igaz. Ha valaki mindig meg tudja magyarázni az egész világot, mindig ugyanazokkal a alappillérekkel, ami éppen ugye mindig neki az érdeke, attól még a világ ennél sokkal összetettebb, és értem, hogy a elveszett lelkeknek, akik rettegnek a migránsoktól, meg Brüsszeltől, nekik kell, hogy valaki úgy csináljon, mintha itt egy kész rendszer, ezt tessék, ebben biztonságban érezhetitek magatokat, mert itt majd én megvédelek ettől, de attól még nem lesz igaz. A legtöbb politikus ügyekkel, esetekkel foglalkozik, azokat rágja, Orbán Viktor pedig épít egy rendszert. Épített egy rendszert, a kérdés, hogy miért tetszik. Jövünk valahonnan és tartunk valahová, természetesen a nemzet az, amelyik jön valahonnan és tart valahová. Nagy szavak. Jövünk valahonnan és tartunk valahová. Forradalmi. Szemben az énnel, amelyik megszületett egyszer csak, és aztán eltűnik a semmiben, és szemben a mosttal, ami most élj, most érdemled, meg most élvezd az életet. Egy ember is tud jönni valahonnan és tartani valahová és fejlődni. Nektek is tudnatok kéne. És ne törődj a múlttal, és ne foglalkozz a jövővel. Már mindenfélébe belementek, nagyon-nagyon nagy szavakat használtak, és nagyon nagy történelmi táblatokat. Az egésznek az tipikus az, hogy irodalom órán egy kétsoros verset elemzünk egész órán keresztül, és mindenki mindent belemagyaráz. Most ezt láthatjuk itt csak mások szájából. Az ellenzék folyton próbálja megfejteni, mi a csuda, a titka annak, hogy a Fidesz 3 millió embert megnyer magának. Érdemes megnézni a nyilatkozatokat, akik ott voltak azon a beszéden, hogy nem a menzatagok voltak. Ugyanez az élményem volt, mint neked. Nagy vitaklub. Ankotai Lilik. Ankotai Lilik. Miért kell szegény Lilit idehozni? Miért kell állnan őt basztatni amúgy most? Neki miközben volt az elmúlt hónapok eseményeihez egyáltalán? És egyéb formációk föltűnés, akkor az ember elgondolkodik, hogy atya úristen, kik lehetnek a te szüleid? Ki csinált téged ilyenné? A faszban van ez az ember. Nem azon kell nekünk vekengedni, hogy mit rontottunk el, meg mire nem volt időnk, meg, mit nem sikerült olyanná varázsolni, amiről 20-30 évvel ezelőtt álmodtunk. Úgy érzem, hogy akármi lenne a hír, akármire reagálnak, ők ugyanezt mondanák el. Még egymásra se kapcsolódnak különösen, csak így mindenki felkészül, hogy mit akar mondani, és csak így várja, hogy a többiek elmondják, nem is figyelik, elmondja utána a saját dolgát. Az emberek elhiszik, mert tévébe megy, hogy ó, hát ezek okos, értelmes, művelt emberek, amúgy valószínűleg tényleg műveltek. A másik kettőben van nagyon biztos, de hogy mert tévébe megy, és akkor ó, hát öltöny van rajta, hát ilyen profi tévé, profi megvilágítás, és nyomják be ezek a sületlenségeiket. Ha csak a magunk saját életét nézzük, hát... Magyar Nemzet főszerkesztője. Na hát, követtem Magyar Nemzetet egész héten. Nem vagyok túl jó véleményen, de hát miért érdekelni amúgy? Nézzük meg a következő bejátszót. Egy utazó járja Európát. Minden bejátszó csak az Orbánról fog szólni. Annak az Európának, amit mi szeretünk, amit mi becsülünk, az egyik legfelemelőbb projektje ma is a barcelonai katedrális. Épül 100 éve, és még fog épülni legalább 50-ig. Amikor a Gaudi azt megtervezte, akkor pontosan tudta, hogy ő még a tetőt se fogja látni, talán a falakból valamit. Baloldal, követőrmi katedrálist építünk. Miből áll a mi katedrálisunk amúgy, hogy gyakorlatilag annyi EU-s támogatást kaptunk az utóbbi évtizedben, mint az állat, és mégis nagyjából mindenben utolsók vagyunk. Jó, nem mindenben, valamiben elsők vagyunk, például a kórházi fertőzésekben, vagy az inflációban. De amiben kéne, abban meg utolsók vagyunk, a szegénységtől kezdve a kompetenciatesztek, stb. Milyen katedrálisról beszélnek ilyenkor? Milyen katedrális ez, amit építettek? Mi az, amire rá lehet mutatni, hogy ez a katedrális? Nagyon kíváncsi vagyok hozzánk. Nagyon fontos ez az üzenet abból a szempontból, hogy megértsék a számomra
most eltévejedettek is, hogy nagyon semmibe vezető élet az, amikor azért dolgozunk, hogy legyen elég pénzünk kielégíteni a vágyainkat. A legtöbb magyarnál örül, hogyha annyi pénze van, hogy meg tudja venni a tankönyveket, a kaját, és a, hogyha behal a boiler, akkor hát hitellel, de megoldja. Ilyen katedrálisok, meg ilyen, ti teljesen más világban éltek. Fel tud baszni egy sajtóklub is. Néha felbaszni, néha meg elaludnék rajta, ez a kettő. Hát elég ócska poén, de nem hagyhatunk ki, ne haragudjatok, hogy azt mondta Orbán Viktor, hogy baloldali politikusok követ törnek. Én szívesen látnék néhányokat, hogy törik a követ valami olyan helyen, ami erre szakosodott. Politikai vita műsor, csak szól. Ha megnézzük, Magyarországon templomok épülnek, meg újulnak felé, meg, és nem csak a téglák száma gyarapszik, hanem a hívek száma is. Remélem, egyre több helyen így lesz. Nyugat-Európában pedig bezárják a templomokat, lerombolják diszkókat, meg van, ahol... Diszkókat csinálnak, igen. Nyugat-Európa mindenhol templomokat, diszkókat csinálnak. Notre Dame-ot is most nem a tűzvész miatt építkeznek rajta, mert a diszkó az benne. Állatokat tartanak a templomokban, és nem templomok. Magában valami haszna, nem üresen konganak. Mint a kommunisták. Most bezek felismered a kommunistákat? Öreg Gajdics. De amikor szemed előtt van, akkor nem. Van-e aktuálisabb Petőfi, 19. század költői? Hogy is kezdődik? Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetéséhez. Nagy munkát vállal az magára, ki most kezébe lantot vesz. Ha nem tudsz mást, mint eldalolni saját fájdalmat és örömed, nincs rá szüksége a világnak. Amikor Bayer ennek a rendszernek a fősegnyalója Petőfit idéz, furcsa érzés feszít belülről. Én ugyan azt hittem, hogy az első részben befejezzük a miniszterelnöki beszédet, de nem fejeztük be, úgyhogy megnézzünk még egy bejátszót. Ez a sajtóklub, hogy Orbán Viktor beszéd, aztán meg elmondják, hogy mennyire egyetértenek van. Krisztusom, ezek az unalmasabbat gondoltam. Tudtam, hogy unalmas lesz, de ez beütület. Zászlót bontott Magyar Péter. Na, több mint fél óra eltelt a 40 perces műsorból, most már nem az Orbán beszédről lesz szó. Magyar Pétert fogják köpködni, gondolom. Hogy kérdezzelek meg, hogy csoda történt? Hogy látjátok, csoda történt, vagy nem történt csoda? Amúgy többen voltak, mint az Orbán beszédben. Megnézte 2 millió ember azt a interjút. Azért az valami. Ismerjük el. Azt gondoltam, van ebbe a paliba töltet, valamilyen szinten. Én most végignéztem a zászlóbontását. Tudom, a keleti harcművészetnek van egy arany szabálya, hogy tiszteld az ellenfeledet. De ez egy vizes nyolcas. Olyan harmadgyenge. Fölmondta az összes ellenzéki panelt. De kíváncsi vagyok, mit reagálnának a kritikákra. Amúgy azt szerintem előnye lehet a Magyar Péternek, hogyha lebecsülik, de az is lehet, hogy csak próbálják lebecsülni, miközben belül meg idegesek, ki tudja. Az ismert frázist hadd idézzem, nem elég jobbról jönni, tehetségesnek is kell lenni. Meglepődtem, onnan a sajtóklub a Magyar Péterről pozitívan nyilatkozik. Minél inkább felszeletelik a politikai szereplőket egy adott rendszerben, annál inkább kialakítható az a helyzet, hogy hiába nyer valaki, a 12 összeállva megakadályozza a kormánylépését. Szerintem erre gyúrnak. Hát ezt jól kitaláltad, de minél több észre van mondva valami, attól még egyfelől nem lesz több. Másfelől főleg, hogyha mindegyiknek el kell érni az 5%-ot, és sok részre bontasz, amit akkor egyik se lesz 5%-ot, akkor gyakorlatilag 4/4 lesz a Fidesz. Ez nem tudom, hogy jött ki nálad ez a matek. Magyar Péter feladata az, hogy a Fideszről leváló, valamilyen okból csalódott, sértett. Valamilyen okból, ugye ki tudja mi. Ki tudja mi lehet ez az ok. A legszánalmasabb figura egyébként a valamilyen párban csalódott és sértett ember. Legszánalmasabb figura, ha valaki csalódott egy pártban. Miért ne lehetne csalódni? Párt az ugye téged képvisel, és úgy érzed, hogy elárulja azt, amiért megszavaztad, akkor csalódsz benne. De ez te lesz a szánalmas figura, mert csalódsz egy párt. Fasz bajod van, bazen. Az összes ellenzéki idiotizmust összeszedte, amivel a kormányt szokták szapulni, vádolni és följelenteni Brüsszelben. És attól még nem lehet jogos? Belevágta ebbe a
a gépbe, mellé tett egy-két olyan dolgot, amit szerinte jól csinál a kormány, jól megpörgette, azt nyakon öntötte vele az ott állókat. És az Orbán mit csinált? Ugyanarról beszélt, mint mindig. Az bezzeg itt fél órán keresztül méterokra szoptáltak. Kik állnak mögötte a színpad, vagy mellette a színpad? Csak baloldali emberek. Hát láttatok ott egy normális, épkézláb, jobboldali embert, aki felvállalja vele. Azok álltak ott, akik az egyéb baloldali. Így van, hát a Nagy Ervintől kezdve a többi. Azon, mert mindenkit baloldalasztok, aki nem Fideszben. A programja ugyanaz, mint a DK-é, tehát ugyanaz a szar, csak a kis citromlé van benne. Meg egy darab gyömbér. Meg egy darab gyömbér, bár azt inkább. Ilyen viccesek ezek, humoros bácsik. Miből van ez a színpad? Miből van ez a tüntetés? Miből van ez a sok minden? Ennyit keresett a Diákhitel Központ vezetőjeként a kormány. Érdekes, nagyon gyanús nekik, hogy valakinek volt pár milliója, vagy 20 millió, 10 milliót össze tudott szedni, valami 20 millió. Közben az, hogy Orbán összes ismerőse milliárdos, azzal nincs gond. Az, hogy vagy érdeklődés övezi ezt az embert, és össze tudott gyűjteni 10 millió forintot egy színpadra, aki előtte amúgy elég jól keresett. Miből? Miből? Ezt a miből, ezt azért föl lehetne tenni még pár helyen, mert valakinek ennyi óránkénti fizetése van, az nem erme. Amúgy tényleg olyan, mintha bárkinek a Fideszen és a NER-en kívül van pár millió forintja, már ki van? Hihetetlen, bazza. Megnevezte a Fidesz főpolgármester jelöltjét, Szentkirályi Alexandra személyében. Vele ezzel nem lesz bajotok. Nem tudom, hogy a Szentkirályi Alexandra Magyar Péterhez képest hol, hogy mondjam, kompetensebb amúgy, de mindjárt kiderül. Jó döntés. Tudjuk mindnyájan, hogy nem ő a favorit ebben a versenyben. De hosszú távon gondolkodunk, fiatal hölgyről van szó. Érdekes, a Magyar Péternél ezt nem tudták, hogy hosszú távon gondolkodunk, a Magyar Péter is fiatal. Ezt nem tudták látni. Érdekes ez a kettős mérce. Az nagy vita műsor volt. Bemondják a fideszes politikus, aztán mindenki azt mondja, hogy milyen jó. Mindenki drukkol neki, hajrá, szóval. Nagy politikai vita műsort láthattunk bezni. De ez még csak a bemelegítés volt. Most pedig következzen a boss fight. A Bayer Show. Vasárnap éjfél van lassan. Lemerült az egyik dolog, és elfelejtettem feltölteni, úgyhogy az a 20 perc, amíg felraktam töltőre, 20-25 perc, gondoltam, nem a telefonom nyomkodom, hanem addig itt nyomok egy kis PS-t, úgyis ritkán tudok játszani. Gondoljátok, hogy vasárnap este halálfáradtam, még egy kicsit cyberpunkozom, meg csak egy küldetés. Az, hogy abból ilyen nehéz volt, hogy döglődök a kanapén és PS-ezzel, fölálljak, és időjek Bayer Show-t nézni, ahhoz olyan lelki erő kell jönni, gyerekek. Másik, rászoktam erre a szaralmára, és nem szar, pont azért szoktam rá, mert nincs benne hozzáadott cukor, ezen nyugtatom magam, és van benne ez a kis hidegkomló, és ez a hidegkomló alma kombó, ez annyira kurva jó. Bármennyit meg tudnék inni belőle. Rattó még, bazzen. Ezt eltalálták, ez menne külföldön is. Ez az, hogy nem sör, hanem üdítő, de közben van egy ilyen kis egyedi íze, amitől bazzen annyira jó. Na, ez sem túl ezen. Annyira adom bazzen, hogy a közönség, ezt múlt is láttam, ilyen 90 az átlag életkor. Fiatal demokraták, ugye? Amiről beszélni leszek kénytelen, az meglehetősen undorító és ocsmány történet. Ismételten megmutatja, hogy egyébként az a politikai kör és annak a hátországa, amelyik most éppen azzal van elfoglalva, hogy az egész magyar jobboldalt pedofilozza, az valójában kikből is áll. Történt a héten, hogy egy fiatal ember beballagott az egyik lap szerkesztőségébe, közölte, hogy most, amit el fog mondani, az de bármikor, akár a bíróságon is bizonyítékokkal hajlandó lesz alátámasztani, hogy amikor ő 15-16 éves fiatalkorú volt, a nagy baloldali celeb, aki egyik szervezője volt. A Zsolt is ügyet hozzák. Fantasztikus bazen. Majd nyomatod a valótlanul te is. Mostani nagy influencer tüntetésnek hogyan is próbálta őt, hát hogy is van, csak fölszedni. Lakatos Márkról. Lakatos Márk. Akkor most a Zsoltiról átváltottuk a Lakatos már. És neki semmi köze nincs az influencer tüntetéshez. Azon kívül, hogy gondolom, ő is aláírta. Még tavaly decemberben adott egy interjút. Én aztán senkinek sem mondtam soha, hogy legyen meleg. Ahogy arra sem kértem senkit, hogy a szexuális orientációmat értékelje, vagy bármire átneveljem. És akkor lássuk, hogy ez a nyilatkozat mennyiben áll
összhangban a valósággal, mert ez a fiatal ember, aki bement ebbe a szerkesztőségbe. Tudom is én, hogy ez igaz vagy sem, de szerintem, hogyha ugyanúgy bemenne valaki a Telex szerkesztőségébe, és csak így állítana dolgokat, akkor ők itt a Bájáshova úgy kikérnék azt, hogy mi az, hogy csak állít, majd ha a bíróság elítéli, akkor legyen bármi. Mindjárt ott is hagyta az általa lementett SMS váltásokat, amelyeket Lakatos Márkkal folytatott. De amúgy az is furcsa nekem, hogy most ezeket kezdik el, hogy valaki 17 éves, és még csak nem is az, hogy zaklatta, hogy már csak én SMS-ekre úgy ugranak rá, mintha valaki gyerekeket megrontott volna szexuálisan, 10 és az alatti gyerekeket erőszakolt, azt összemossák azzal, hogy valaki szex se tehet egy 17-16 évessel, úgy csinálják, mintha ez ugyanaz lenne, az nagyon furcsa. Esetre bólogat mindenki, igen, ez ugyanaz. Hát nem gondolom, hogy ez ugyanaz. Hogy vannak intézmények, ahol gyerekeket kihasználnak, akiket rájuk bízunk, meg valaki 16-17 évesen csetel egy idősebbel. Alapvetően a csetelés meg az erőszak is azért már más, meg az, hogy az egyik az önszántából csinálja, a másik meg hát áldozat. Értem, ez se szép, és erről is lehet vitatkozni, hogy miért nem szép, és miért nem kéne neked csinálni, mert azért még ez is fiatal, mindegy, bele sem menjünk már, túlmagyarázom. Az a lényeg, hogy ez furcsa ezt úgy beállítani, mint hogyha ugyanaz lenne, mint amikor gyerekeket erőszakolnak intézetekben. Ezen szerintem jobban kivannak amúgy, mint amikor azok történtek. Fiatal demokratákat láthatjuk. Árokat át kell lépni, ez az egyik legócskább, legundorítóbb közhelye ennek a celeb világnak, meg nyilvánvalóan ennek a homoszexuális szubkultúrának is. Nem kell homoszexualitást összemosni az, hogy valaki fiatalokkal csetelget. Van heterók és homoszexualisok között is olyan, aki olyan korúakkal csetelget, akik emellett nem kéne. Ennek semmi köze az, hogy homoszexuális vagy sem. Ezt éjjel-jel lehetne generálni ezt a vájásról. Ha feltételezzük, hogy csak egyetlen egy esetben összejött, csak egyetlen egy 15 éves, 16 éves rác, akkor az miben különbözik a bicskei iskola igazgatótól? Miben különbözik? Ezt megkérdezi a pályára, hogy miben különbözik? Abban, hogy kisgyerekekről volt ott szó, igazgató, akire a gondjára volt bízva, szexuális visszaéléseket csinált. Szerintem van különbség. Ugyanígy 15-16-17 éves gyerekeket rontott meg. Nem csak. Ez szerintem ugyanaz, mint a bicskei igazgató. És nem győzöm hangsúlyozni, ezek tesznek ki óriás plakátokat, hogy mi pedofilok, meg... Ezek? Ki tett ki? A DK? Mi közöm hozzá? Na hát, ezt tessék ízlelgetni. Mondtam én, hogy nem lesz... Jó, megmondtad. Ott bólogatnak a nyugdíjasok. A DK tesz ki plakátokat, ez a Lakatos már teljesen összevas mindent mindennel. De legalább elment 12 perc arra, hogy a Lakatos már csetelését felolvassa. Eltávolodván egy kicsit, bár nem teljesen a témától, amikor ezt elolvastam, akkor megint úgy voltam vele, hogy mindjárt megleped a fejem. Na mit olvastál, öreg haver? Spanyol katonák és rendőrök megváltoztatják a nemüket csak azért, hogy hozzáférjenek a nőknek szánt juttatásokhoz. Ugyanis Spanyolország baloldali kormánya még 2022-ben hozott egy törvényt, amely megkönnyítette a formális átváltozást. Azóta 41 férfi változott nővé, és most jön a kedvencem. Rögtön előre is bocsájtom. Legalább egy tényleg vicces hír. Na. Amióta kitört ez az LMBTQ elmebaj, ilyen baráti összejövetel. Amióta. Most álltak fel a melegséget, régen nem volt. Igen, meg házi bulikon. Évek óta viccelődök azzal, mert az olyan uncsi, hogy heteroszexuális férfi vagyok, hogy én úgy érzem, hogy én egy férfi testbe zárt leszbikus nő vagyok. Azt a pont én is elsütöttem szóval általános iskolában. Na, mostantól nem röhögünk, tesó. Tesó? Micsoda szlengeket használ? Roberto Pedrigones. A spanyol hadsereg tizedese, egyike a nemváltóknak. Tavaly regisztráltatta magát nőként, most több pénzt keres és jobb szálláson él. Kívülről heteroszexuális férfinek érzem magam, de belül leszbikus vagyok. És ez utóbbi az, ami számít. Ezért hajtottam végre a jogi változást, hogy nő legyek.
nyilatkozta Pedri Gómez tizedes, aki amúgy továbbra is szakállat visel. Ezek ma okásírek, tényleg el lehet behögni, lihegni. Vendégem tehát a stúdióban Lánci Tamás, a Szuverenitás Védelmi Hivatal elnöke. Szervusz Tamás, köszönöm. Molnár Tamás, ja, magyar származású filozófus, történész, professzor 1991-ben jelentetett meg egy esszé kötetet, az a címe, hogy Európa vége talán, de... Ez a biztató címe. Ez a biztató címe. Na minden, az a lényeg, hogy 91-ben, az ebben a kötetben szereplő egyik esszéjében leírja, hogy Európa szuverenitásának vége van. Hát ha volt a világon valami, ami a magyar szuverenitás kivívásáról szólt, akkor az a 48-49-es forradalom és szabadsághoz, nem? Abszolút. Tehát ez a modern magyar nemzetnek a születésének a pillanata. Akkor a magyar nemzet kimondta, hogy ő létezni akar. És ezt törvényekbe foglalta, utána az áprilisi törvényekbe. Tehát gyakorlatilag kialakította azokat. Hogy lehet még a 48-as eseményeket is arra kifuttatni, addig csavarni, olyan aspektusát kiemelni, olyan mondatba rakni, hogy ez a szuverenitás védelmi hivatal az gyakorlatilag az sem, amit a Petőfiék akartak. Jövő héten a szokott időben várom önöket, addig is minden jót kívánok. Viszontlátásra. Én nem tudtam, hogy az a Bajos ennyire unalmas, de hát nem is én vagyok a célközönség, szóval. Hát, most le kéne szűrnöm a tanulságokat. Ne, csak a kormány médiából tájékozódjatok. Főleg azért, mert színvonalas újságírás is csak nyomokban fedezhető föl, ha felfedezhető. Ezt nem értem, hogy nem tudnak másról beszélni, vagy ha csomószor a másról beszélünk, akkor az egy szutykos bulvár. A kultúra akkor az a most vagy soha. Nem csoda, hogy mindenki, még egy csomószor fideszesek is inkább Telexet olvasnak, hogy HVG-t vagy 24-et. Mert ez tényleg már ez nem túl színvonalas, hogyha a politikától elvonatkoztatunk, akkor se. Ezek a tévéműsorok baromi unalmasak. Nem csoda, hogy nem tudnak fiatalokat megszólítani. Ez kegyetlen. Nem baj majd a köztérrel. Volt olyan szerep egyébként, amit azért nem kaptál meg, mert hogy nyíltan felvállaltad, hogy neked egyébként jobboldali nézeteid vannak? Kicsit előre szaladtam az időben. Nem mondtam semmit. De hát a saját szavazótáboruknak ez úgy látszik jó. Házba tartja őket, tudom is, félelembe tartja őket, amit akarnak. Ezzel hogy lehet új embereket megszólítani? Hogy mennyire tisztességes ez az egész, hogy mennyire színvonalas, hogy mennyire emberi. Ez elég tömény volt, elég hosszan tartott, és nagyon lefáradtam. És bazeg, mennyi pénz megy el erre? A szutyokra. Hogyha mindent összeadunk, a tévéket, a műsorokat, az újságokat, a netes újságokat, mennyi milliárd megy el erre havonta, és mennyi jó dolgot lehet ebből csinálni. Ez engem ezzel a legjobban, hogy van egy új csatorna tervünk, és ezen izélünk, hogy igazából az, hogy csak megpróbáljuk majd, hogy stábbal forgatunk, nem nagy stábbal, kis stábbal, és nem teljes ásban, nem néha-néha, mint ugye a közös többszörösnél, de annál mondjuk egy-egy gyakrabban. Az azért egy ilyen kisebb csatornának az azért egy nagy költség, úgyhogy nagyon okosan kell ezt felépíteni, hogy ne menjünk közbe csődbe. Például erre van a Kopas Simpáz, ami egy tök jó egy kis kiegészítés, és akkor azt látom, hogy jó, hát valahogy lehetne a biztonságíték, de inkább azért majd fogunk új műsorokkal próbálkozni, belefektetünk pénzt, ami nekünk nagy, még hogyha 1-2 millió forintba kerül is. Meg amúgy a nézettségeink az van akkora, mint főleg abban a korosztályban, aminek szeretnek hirdetni a hirdetők, még több is, mint ezeknek. És mi itt ezeken kell gondolkoznunk, miközben ezek égetik a 10 milliárdokat. Tudom, hogy mennyi jó dolgot lehetne csinálni ennyi pénzből, hogyha az lenne a cél, de nem az a cél, hanem az, hogy leszavaz rájuk 4 évente. Ugye a cél szentesíti az eszközt, az eszköz meg az a ocsmány propaganda. Pedig szerintem a médiának sokkal magasztosabb célja is lehetne. Kicsit egyesíteni ezt a nemzetet, érdekes dolgokat feltárni, utána menni a politikusoknak, lebuktatni őket. A médiának rettentő ereje van, rettentő nagy nyomást tud gyakorolni a politikusokra, hogy rendesen végezik a munkájukat, ahelyett, hogy felszokna őket non-stop. Rengeteg tájékoztatást tud, rengeteg közösségformáló jelenje lehet. Nem miért mondják, hogy az egy új hatalmi eddig silányítják le milliárdokból. Szimpla segnyalás és megfélemlítés és propaganda a nap végén az egész.
Na mindegy, hát mi itt próbálkozzunk itt az alternatív médiánkat megteremteni az interneten, még hogyha ezred annyi pénzből is, vagy inkább 10 000, de csináljuk. Ja, ez volt már a fókuszcsoport. Persze nyugodtan nézzétek tovább ezeket a kormánymédiákat, néha érdemes rájuk nézni. Nem tudom, mire számítottam, amikor elkezdtem ezt a hetet, de ez még annál is nyomasztóbb volt. Van, aki ezt önszántából fogja folytatni a jövő héten, az azutáni héten is, és vajon milyen mindsetet csinál, milyen gondolkozást hoz létre az, aki ezt követi önszántából napról napra, vagy erre van rákényszerítve, hogy ez kapható. Én most el tudok menekülni az elől. Több millió magyar a kormány médiának hívott ilyen elmebörtönben tölti a következő heteit, éveit is. És jó lenne egyszer majd az ő és a mi érdekünkben is, hogy a kormány média egyszer majd talán még megélhetjük, hogy nem szitok szó lesz. Addig is meg. Ez van. Can I say, if the green's the color of your money, then put that broccoli in my plate. I've been working really hard and giving y'all niggas a reason to hate. Got a meeting with success, don't waste